miről nem beszéltünk? Erről? Erről. Na kérlek szépen. A géniuszokról akart kérdeztél az előbb, de volt készítve látod. A géniuszokról. Hát elsősorban vannak a szeráfok. A szeretet szellemei. Tessék észrevenni valami fontosat. Szeráfok és a szeretet szellemei. Hát nem szeráfok, hanem szeránok. Ő kijavított engem, milyen szeráffal beszéltem. Nem vagyok én szeráf, én szerán vagyok. Kijavította. Kétszer kijavított, utána már vigyázz, pihenj. Mert ez egy nagyhatalmú szerán volt. Az algon szerán volt. És... Létezik egyáltalán szeráf? Nem tudok róla. Nem tudom, lehet, hogy létezik. De valami nagyon érdekes volt a mondat második felében. A szeretet szellemei. Ez mit jelent? Hogy ezek téridőforrások. Ezek téridőforrások. Az isteni szeretet hírnökei. Hogy lehet ő hírnök, amikor csak egy téridőforrás? Kiárad. Hát kiárad. Így van. És mit áraszt ki? Szeretet. Mindent. Meg mindent, ami benne van. A szeretetet is, meg mindent, ami benne van. Tehát a tudást árasztja ki. Ez a lényeg. Mindenki kapja a rádióadást, csak van, aki nem figyel rá, vagy nem, nincs neki semmilyen képessége rá, hogy ezt figyelje. Vagy elnyomta magában nagyon. Aztán, ha véletlenül kinyitod, mert ilyenek vannak ilyen mesterek, akik nyitogatják a harmadik szemet, mint a gép, tömegesen, aztán jönnek hozzám tömegesen becsukatni, mert hogy éjjel-nappal szól a fejébe, szóval megy a doktorbácsihoz, hogy a doktorbácsi az ad neki egy idegcsillapítót, aztán kész. A doktorbácsi nem tud mit kezdeni ezzel, hangok szólnak a fejébe. Értem, jó, és kap egy szulit. Szóval ennyi a történet. Ez nem tudja, hogy ez micsoda. A pszichológusok szinte semmit nem tanultak. Tehát a tananyagot csak úgy autodidakta módon szedték össze. Mert itt a pszichológiai tanszéken nem túl sokat tanultak. Volt egy könyv, és azt tanulták 3 évig, vagy 4 évig, azt az egy könyvet. Azt a professzor írt, egy nagyon szar könyv, és azt... Ez, na. De hát igazából a lélekről szó sincs benne, hanem csak az izéről van szó. A lélek megnyilvánulásairól. Tehát a... Mert az a pszichológia, az lélek leírást, ezt jelenti. A lógia az a leírás, a pszichó az meg a lélek. De, hát itt nem írnak le egy hangot a lélekről. Na itt ez a probléma indulásból. Tehát ő a szeretet hírnöke, tehát mindent kisugároz magából, a szeretetet is, meg mindent. A szeretet által teljes egységet alkotnak. Na miért alkotnak ezek teljes egységet? Ők tartják fenn a rendszert, nem? Ők tartják fenn a rendszert, így van. De úgy, hogy teljes egységet alkotnak, mert belülük van minden elágazás, rájuk van fölfűzve minden, és egy alrendszernek a helytartói. Majd tessék észrevenni a helytartó szavunkat, mit jelent? Tartja a helyet. Tartja a helyet. És ez a lényeg benne, hogy tartja a helyet. És a helytartó az tartja a helyet. A fizikai világban is ugyanez volt, ugye? A római helytartó az egy alkirály volt, aki fenntartotta a helyet. Tehát ő neki kellett ott intézkedni, hogy ott rend legyen. Ennyi. Tehát ő volt a törvény, ő volt minden, és akkor ő neki kellett ott dönteni, intézkedni, megcsinálni, hogy a hely működjön. Ez a helytartó. És ugyanezt csinálják a nagyvilágban, a nagy univerzumban is. Vagyis nem különböznek el egymástól, mert egyformák, mindegyik térforrás. Nem, egymástól nem különböznek el egymástól. Csak nem érti senki, hogy miért. Krisztus sok szentnek szeráfként jelent meg. Ők a térszeránok, lokális megtartók, az Isten nullás másolatai. A szeretet szavunk ezoterikus jelentése szerint nem egy szentimentális érzés, hanem a Serino időhurkában körbe keringott tahionok önfenntartó tulajdonság. Ez ugye jó, ez nem? Ezt a Gyuri bácsi írta? Nem én írtam. Ezt nem én írtam. Ezt a Miklós Attila írta.
Nem én írtam. Ez miben van, az UFO magazin, vagy miben? UFO magazinban, az újban még hozzá, azt hiszem, mindjárt megnézem. Nem, régiben, januáriban. 18 januáriban. Tehát most egy hónap belül, mert már megvan a február is, ott van valami. Nézzük, a kerubok. A kerubok az összhang és a harmónia szellemei. Ők tevékenységük által lett, az ő tevékenységük által lett a káoszból a kozmosz. Rend, rendetlenség, rendezettség. Szóval így lesz a zavarodottságból rend. Tehát nem igaz-e a hőtani entropia rá, hogy fölmelegszik és a végén hőhalálba megy minden, meg ilyet. Ilyeneket találtak ilyen materialisták, meg ki is számolták, és pusztulat vége mindennek, de közben az univerzum folyamatosan keretkezik és pusztul, csak ezek már nem tudják. Tehát bentről kifelé, de mindenhol bentről, mindenhol kifelé és befelé is. Tehát kifelé és befelé is terjednek a hullámaik minden irányba. És az a minden irányba terjedő hullámvilág, ez az, ami egy rendező elf, amit kérdeztél, hogy igen, ennek van egy rendező hatása, és ezek a hullámok egymáson ugyan átmennek, de interferenciákat hoznak létre. Hát, hogyha nem bántják egymást, hogy de az együttes hatásuk van. De miért nem érted? Ha átmennek egymáson, anélkül, hogy bármit változtatnának, akkor hogy tudnak interferálni? Nem egymással interferálnak. Ez benne az őrült nagy marhaság, tehát nem egymással interferál. Nem hullám-hullám interferencia, hanem hullám-forrás, forrás-hullám interferencia. Igen. Ez másmilyen interferencia, másmilyen. Ez nem olyan, mint megszoktunk. Tehát nem az van, hogy a színuszok erősítik egymást meg. Hát a fénytamban is azért vannak olyan csalások, hogy tudok mutatni olyanokat, hogy színusz meg színusz, annak két színusznak kell lenni, ugye? Nem lesz két színusz. Ha nem lesz. Ha fogsz egy ilyen lámpát, egy reflektort, és odavilágítasz egy fehér papírra vele. Két nagyon egyforma reflektor kell, ami tökre egyforma. Odavilágítasz egy papírra, oda teszel egy fénymérőt, mennyi ott a fény, legyen egy. Ha odavilágítasz a második, gondolnád, hogy akkor kettő lesz. Mert két reflektorra világítottam oda, nem, 1.71. Egy? 71. A arradék. Sebesség, ami a vízzel elvek eltolják. Nem tudom, igen, az pont az a sebesség, igen. Tiszta véletlenül. 1.76, igen. 71. Tehát ugyanaz. Tehát ugyanaz, hogy a két fény, azt gondolnád, hogy dupla. Mert színusz meg színusz, az két színusz a matematikában. De ez nem igaz. Mert a fény nem is olyan hullám. Kezdjük úgy. Tehát a fénynek a hullámai nem színuszos hullámok. Ez nagyon-nagyon fontos hangsúlyozni. Lehet benne színuszos komponens? Az lehet. Hát hogyne, hogyha körbe-körbe másolódik éppen, mint egy polarizált fény, ugye? És közben megy, akkor természetesen van benne színuszos komponens. De ez nem azt jelenti, hogy színusz hullám lenne, ő maga. Mert itt van a kutya elásva, hogy ezek réteg hullámok. Itt, hogy a földcsekkel skalár hullámok. Ezek skalár hullámok, réteg hullámok. És ezek a réteg hullámok tökre másképp viselkednek, ezért a fénytan össze-vissza minden hülyeséget összeolt, nem jöttek rá, hogy réteg hullám. Nem jöttek rá egyszerűen. Nem jöttek rá, a forrásokra sem jöttek rá. Tehát leírnak fénykvantumokat és hullámokat, csak egyet felejtenek el, mi a büdös franc kelte hullám. Azért évmilliárdok, egyszer valaki segbe rúgta, azt megy évmilliárdokon keresztül. Tényleg? Mert azt mondja, hát vákum van a világűrben, hát nincs vákum a világűrben. Nagyon nincs. Nagyon nincs. Sok légritka tér van természetesen, de nem vákum. A galaxison ott már van anyag azért. Hát amire átmegy a galaxison, ott mindenféle anyagi részecskék mellett megy el. És most ne is mondjam, hogy innen elmegy mondjuk az Andromédáig, mondjuk két millió fényévre, mondjuk, akkor a két millió fényévet gondolj el egy ilyen csövet, egy kilométerszer egy kilométeres csövet, ami minden egész az Andromédáig tart, képzeletben. Ebbe minden köb kilométerenként van egy darab atom. Ennél sűrűbben vannak atomok, de csak legyen egy. Igen ám, de sztoasztikus eloszlásban vannak, össze-vissza. Ha össze-vissza vannak a sztoasztikus eloszlásban, akkor... Ez egy folyadék. Az olyan már úgy viselkedik, mint egy légkör. Hát arra gondoljál, hogy hány
milliárd és milliárd atom mellett megy el, közel vagy távol, nagyon közel vagy fél kilométerre, de mindegyik befolyásolja valamilyen mértékben a fénykvantum útját. Tehát miről beszélnek? És csak köbb kilométerenként legyen egy atom. Akkor is egy légkörnek, egy jó sűrű légkörnek felel meg innen az Andromédáig, amin átjön. Ez így híg, de nagyon vastag. Ugye, mert innen az Andromédáig van, ez nagyon vastag, az 2 millió fényév vastag réteg, amin át kell neki menni. Ugye? És átmegy. És átmegy, mert látjuk az Andromédát, mert homályosan kicsit, mert már innen a városban egyáltalán nem látom, már vidékről se találtam meg, mert olyan halvány már a sok fényszennyezés miatt. Kerestük, de nem találtuk sehogy se. A fiatalok találtak egy galaxista táborban, de az nem az volt. Szóval, te láttál már vízilovat? Én láttam, de az nem az volt. Szóval ez körülbelül olyan volt, hogy megmutatták nekem az Andromeda galaxis, tehát láttam, de az nem az volt. Egy másik galaxist találtak. Nagyon aranyosak, és dolgoznak a táborban. Ezek a kis tínédzserek olyan tündérpofák, ugye? Hogy oda vittem ilyen távcsőt, kivettem az okulárt belőle a holdnál, és akkor a kis fényképező gépecskéjével, a kis telefonocskájával le tudta fényképezni a holdnak a krátereit. Hát ennél boldogabb gyereket te nem láttál. Azt ő fényképezte, hát azt ő csinálta. Mutattam, tanítottam őket, hogy kell, hogy így vidd előre hátra, és amikor éles, akkor kattintsa. És megtanulták, és olyan jó képeket csináltak a kis csávok. Nagyon jókat. Igen, lehet csinálni. És boldogok voltak. Meg a Jupiternek a holdjait lefényképezték, meg mit tudom, milyen boldogok voltak. Csak kis pontocskák a holdjain, hát nagynak nem látszik. Csak kis, négy kis pont látszik a Jupiter körül keringenek, ugye, de... Az a lényeg, hogy hát a Jupiternek 64 vagy mennyi holdja van legalább, meg amit még föl sem fedeztünk esetleg. Szaturnusznak is van nagyon sok. Tehát ezek ilyen kis bolygóvilágok, önálló kis bolygóvilágok. És lehet benne élet is. Tessék, parancsolj. Ha arról beszélünk, hogy van egy szerán, ami megtart mondjuk a Földnek a jóritórán, vagy Vénusznak is, Marsnak is, stb. Igen. Akkor hogy lehet az, hogyha én elhagyom ezt a bolygót, mégis fent tudok maradni, mert ott előre nincsen szerán? Egy darabig fent tudsz maradni, mert össze vagy kötve a fluidszáladdal a naprendszerrel. A kajádban már nem biztos, hogy fel tudsz maradni, tehát nem biztos, hogy az a kaja, amit ott össze tudsz magadnak hozni valahogy, hogy az jó lesz. A földkívüliek tudják ezt, és visznek magukkal egy kavicsot, mondjuk a földről. Mi a fenének az a kavics? Nem az meg geológus. Össze van fűzve a földdel. Arról a fluidszálat át lehet hókusz-pókuszolni a kajára. És ez azt jelenti, hogy attól kezdve már jó neked a kaja. Megeszed és jól laksz vele. Egyébként olyan, mint a homokot tenni. Tehát ez az érdekes. A izében volt a Langolierek, volt az a film, az volt egy ilyen időfalok, voltak benne, egy ilyen sci-fi volt. És abban volt az, hogy időben elcsúsztak egy kicsit, és minden ízetlen volt és ehetetlen. Az automatában ott volt minden, de ilyen haltak. És minden, ami a repülőn volt, az jó volt. Ez nagyon összevág azzal, hogy a Grebenyikov, aki csinálta azt a rovarrepülőt, rovarszárnyból a repülőt, nem így csapkodtak a rovarszárnyak, hanem meg nagyon speciális rovarszárnyakból ilyen hasábokat összerakasztott, és annak antigravitációs hatása volt, nagyon erős. Úgyhogy rá tudott állni a kis, egy ekkora kis cucc, és fölállt rá, és fölrepült vele a felhők magasságába, és fel tudott menni. Semmi hajtómű, semmi hajtóanyag, semmi nem volt benne. És fel tudott vele repülni. Hát persze lehülyézték, nehogy lehülyézték, mondanom sem kell. Akadémikus volt, ennek ellenére is lehülyézték. Mert a többi, a fafejek azok ezt nem tudják sehogy belenni. Az, nem, hülyeség nincs olyan, de gyere megnézz, nem nézem, meg ilyen hülyeséget én nem nézek meg. Igen, mert attól kezdve visszaadhatná a diplomáját a büdös francba. Tudod? Mert kiderül, hogy hülyeségeket tanít. Igen. Ezt néhány akadémikussal már játszottam. Mert utána mértek annak, amit mondtam. És működött. Nagyon harcoltak ellene, mondom, mérd le, nem, aki nem hiszi, járjon utána már, mérd le. Tehát itt van a mérőkkel, le lehet mérni vele. A lézer is van, minden, le lehet mérni vele. És akkor ezzel a
a kis mérőkével, mértünk a mérésügyi hivatalba is. Ez volt, amit ott hagytam szándékosan a mérésügyi hivatalba. Szándékosan hagytam ott a optikusnál. Ez péntek délután fejeztük be a mérést, és akkor én hétfőn vagy mit a kedden, nem is tudom, mentem be, de még mindig mért. De mi csak egy délutáni mérést fizettünk. Azt még mindig mért. Mert nem hitte el, hogy ezt az őrült nagy jelenséget ő nem is vette észre. Tehát ez egy nagyon nagy jelenség volt, jól látható jelenség. Mégsem vette észre. A szemellenző nem veszi észre. A szemellenző. Tehát én ezért valami akadémikussal beszélgettem, és akkor mondta, hogy igen, de hát azoknak szarok a műszerei. Mondom, persze, ott hitelesítitek a műszereket, kurva jó. Nem? Ott hitelesíti a műszereit, aztán azt mondja, hogy hát ott pontatlanok a műszerek, mondom, tényleg. Hát ha nem. Hát ha csak nagyon nem akarod elfogadni azt, amit én mondok, és ezért... A kifogás mindig van. Kifogás mindig van, persze, persze. A tévében láttam, hogy egy zebra kb. 10 méterre volt egy oroszlántól, és nem vette észre. A kamera mutatta, hogy ott fekszik az oroszlán, egy kis bozolt volt előtte, még annyi se, de simát lehet. Nem vette észre az ebben. Azt mondja, hogy Zser mondta azt, hogy van, amit észreveszünk, és van, amit észre kéne venni, és mégse veszük észre. Ilyen van. Pont ez a lényeg. Mert ha már kezdenek az állatok megtanulni, hipnotizálni. Az is lehet. Igen, igen. De... És az oroszlán azt hipnotizálja, hogy én egy bokor vagyok. Én egy bokor vagyok. És akkor egy bokrot lát az ebben. Oda is megy legelni. Aztán egyszer csak fölugrik a torkát, elharapja, azt annyi volt. Persze, hát azért vedd észre, hogy egy macska hogy vadászik. De milyen simlisen ólálkodik meg, nagyon vadászik. Ott egy macskám, egy ilyen semmire való kis, azért annak a fejére mászott az egér, akkor sem fogta meg, ez egy ilyen semmire való macska volt. De amikor kölykei lettek, öreg korára lettek neki kölykei, és már öreg macska volt. Kölykei lettek, én még annál gondoskodóbb anyát nem sokat láttam. Minden nap hozott nekik egy galambot, de úgy, hogy össze volt fogva a szárnya galambnak így, a két szárnya, és úgy hozta a kicsiknek, és ott előttük csapta agyon, bontotta meg, és aztán ült fölötte, és nézte, hogy a kicsik hogy marcangolnak. És valamelyik nem boldogult, akkor egy kicsit segített neki, de nem evett meg semmit, hanem csak megtépte egy kicsit neki, hogy tudjon enni, és a kicsik ott mormogtak, nagyon kajálták a galambot, hú, olyan piszkot csináltak a szobában, de olyan aranyosak voltak, hogy nem, inkább kitakarítottam utána mindig. Tehát olyan aranyosak voltak, ennyire aranyosak, a kismacskák is nagyon aranyosak voltak. Na de képzeld el, hogy az életében soha nem fogott még galambot. Tehát innen jelent meg az anyai ösztön, mint nagyon erős ösztön megjelent. És lehet, hogy ő már nagyon régen szeretett volna a kis macskát, de neki nem volt. Olyan kis nyavajás fekete macska volt, és neki nem volt. Nem kellett a kanduroknak, nem volt neki elég szép, vagy mit tudom. Aztán utána úgy ápolt, az a macskám volt, amikor szülte ezeket a kököket, én még őt nem láttam. Ordított, karmolt, harapott, mindent csinált, mert rá akartam rakni egy ilyen rossz téli kabát hulladékra. Hát már nem használtuk, az csak egy ilyen rossz kabát maradék volt. Arra akartam rárakni, hogy ott szülje meg a gyerekeket azon a dolog. Azért. És nagyon aranyos volt, mert nem tudtam ott tartani sehogy. Harcolt, ki akart menni, éve minden. Nem akar, láttam, hogy nem jött neki össze nagyon, mert farra jött a kölyök, és nem jött neki össze, és aztán kihúzgáltam belőle az első gyereket, a többi már ment magától, de már a lába úgy össze volt gyűrődve a kis macskának, nem tudta sehogy se ki megszülni. És akkor kihúzgáltam, voltam 8 éves, aztán nem volt dráma, hogy a puncián szüli a macska. Érted, mert ez egy ilyen, a gyerekek ilyen sötétségben vannak tartva. Tehát teljes sötétségben. És ott is maradnak még öregkorukra is, mert a kiskorában, amit beírsz, az marad benne alapinformációnak. Igen, amit legelőször beírsz bele, az lesz a legutolsó réteg, amikor meghal, ha megéli. Szóval azt hozzá kell tenni, a vége egyengülésben hal meg. Mert ha elgázolja az autó, akkor persze nem.
De hogyha ha vége egy engedélyben van meg, tessék észrevenni, hogy azok az öregek, akiknek nem inger szegény környezet volt gyerekkorában, hanem inger gazdag környezet volt, tehát mindenre tanították, magyaráztak neki a szülők, nagyszülők, mindenki aranyosan tanítgatta, az még öregkorára is értelmes lesz. De még az utolsó percig is. De hát az, amelyik úgy nő föl, mint a gomba az erdőbe, hát az olyan is lesz. És ne csodálkozz rajta, hát nem tanítottál neki semmit. Tehát a végén, mert lehet, hogy utána elvégezte az egyetemet, de tudom, hogy 8 éves koráig nagyon inger szegény környezetben volt, akkor az utolsó 8 évében ilyen együgyű lesz. Ilyen. Tehát nem lesz semmi, mert az jön vissza a tudat rétegéből az utolsó, amit beírt elsőnek. Ez egy, milyen memória? Ez a FIFO, first in, first out, nem? Nem, last in first. Last, akkor fordítva. LIFO. LIFOS. Igen, LIFO. Igen. Mert az, ami először beírodott, az jön ki utoljára. Mm. Úgyhogy, vagy így van. Tehát az a lényeg, hogy ez egy ilyen memória, és amikor meghalsz, akkor az az információ marad meg neked a végére, amivel kezdted. És ezért nagyon kell tanítani a gyerekeket, ez nagyon fontos. Nagymamáknak is mondom, hogy nagyon kell tanítani az unokákat, mert később de már nem lesz benne igény. Tehát ha mindig ilyen lecikiző hangot kap a tanítónénire, a tanítóbácsira, mindenki hülye, mindenki barom, mindenki seggfej, de csak ezt hallja otthon, akkor ne csodálkozzál, hogy a gyerek olyan lesz, hogy végig bukdácsolja az iskolát, meg mit tudom én. Ne csodálkozzál, hogy nagy keservesen valahogy a 8 osztályt el tudja végezni egyáltalán. Igen, mert az van, ugye, hogy nem kap, mondjuk nem hallgat a szülő soha komoly zenét, mert csak ilyen lakodalmas szólnak ki reggeltől estig otthon. És egy komoly zenét nem hall egyáltalán a gyerek. Nagyon aranyosak, elvittem sorba az unokáimat az operaházban, ilyen hangversenyre, meg mit tudom, elvittem. Szépen sorba. És nagyon boldogok voltak. Tehát először ilyen dráma volt, tudod, hát hogy ő aztán oda, ne, bá, jött, ilyen dráma volt. No, de hogy nem, eljössz csak a papával, gyerünk, nem kell ez a hülyeség, gyerünk csak. És eljött. Hát ugye először soha nem volt az operázban, el sem tudta képzelni, hogy oda egyszer is be fogja tenni a lábát, ugye? Mert az nem neki való zene, nem neki való környezet, mert ott ő zavarban van, mert ott ő mit tudom én, minden hülyeséget összeképzel. Á, már nem úgy van, mint régen, hogy zsaketben vannak a férfiak, vagy mit. Nem úgy van már. Ócska tornacipőben jönnek meg, mit tudom. Külföldiek is. Ilyen, már mindenki csak tollacipőben, meg farmerba jár már. Már azt gondolod, hogy ez korszerű? Rossz sebet korszerű. Hát ez olyan, mint a kínaiaknál az egyenruha volt. Egy ilyen rossz munkásruhában rohangált át az ég, államelnököt is beleértve, mindenki ocska munkásruhában rohangált. Én még látszom itt a képernyőn, úgyhogy akkor látom, hogy a felvételben is még látszani fogok. Nagyon érzékeny ez a kamera, nagyon jó, mert még majdnem teljes sötétségben soha szép képet csinál, csak ez az ember. Úgyhogy, de majd azért csinálok ide valami kis lámpát, hogy még jobb legyen. Majd valami. Van itt reflektor, csak az meg 300 wattos, mi a felé. Hát az még ilyen régi fajta kameráknak készült annak idején. Ég, működik, azok a reflektorok is működnek csak. Lehet alatta napozni. Lehet alatta napozni. És nagyon sok tévés stáb járt ide annak idején, és akkor csináltam, mert itt agonizáltak, hogy így a fény, úgy nem jó, ez nem jó, úgy agonizáltak a világosító, vergődött, izé. És akkor csináltam két reflektort, hogy most mi a probléma? És akkor bekapcsoltam a izét. Ez jó lesz? Jó van, jó lesz, mert akkor lett elég fény. Mert hogy ezek még ilyen régebbi fajta kamerák voltak, azok nem voltak ilyen érzékenyek, mint ez. És nem zajos a képe. Tehát egész sötétben se zajos. Nagyon, nagyon jó kamera. Tehát kérdés. Na akkor nézzük tovább. A kerubok segítségével hatja át az isteni rendező elv a létezést. Az égi világ rendjében, törvényszerűségeiben az ő tetteik nyilvánulnak meg. Ők is megtartók és nullás másolatok.
egyben végrehajtók is, akik szükség esetén rendet raknak a teremtésben. Igen, beállnak harcolni, hogyha olyan a buli. Nullás másolat alatt mit kell értene? Hogy az Isten lélek nullás másolata, az már azt jelenti, hogy másolat, de ugyanolyan. Uh-huh. Csak ezek a másolatok nem rendelkeznek akkora tudással, mint az első. Tehát a hardware az ugyanaz, csak a szoftver nem ugyanaz. Így van, úgy van, így van. Az első elágazások tulajdonképpen. Igen, és az első elágazásig látsz is vissza. Tehát például én nem látok a tűzözön elé. Pedig én már akkor léteztem. Abszolút léteztem. Még akkor is léteztem már, amikor még a Föld és a Nap se létezett, én akkor is léteztem. Tehát nagyon öreg csotány vagyok. Úgyhogy nem lehet engem kifüstölni. De ez jó, hogy így van, mert így legalább el tudom mondani, amit tudok a világról, és te majd megemészted, és megkritizálod. Mert ez a lényeg. Nem kell nekem hinni. De amikor elkezded megérteni, akkor ilyen cikket írsz. Mert az Attila kezdte megérteni, amit mondok. És látta, hogy ez egy rendszer. És ebben a rendszerben tök mindegy, hogy miről beszélsz, tök mindegy, a ötvözetekről beszélsz, vagy vagy az istenekről, ugyanaz a rendszer. Nem kell másik rendszer hozzá, nem kell ide-oda variálni vele. Nincs benne materialista görcsölés, nincs. Viszont hát az anyag csak transzcendens jelenség. A lelkek, a testek transzcendens jelenség. De ezt nem jó hallani, mert igazából nincs is, csak egy ilyen idővarázslat. Olyan, mint a sprite a képernyődön. Tehát amikor játszod a játékot, ott nem rohangál senki. Vagy nézed a hangversenyt, ott nem hegedül senki a tévédben. Nem, senki nem húzogálja ott. Egész egy nagy káprázat. Egész egy nagy káprázat, úgy van. És most már olyan foci meccset is le tudnak játszani, hogy már nincs is benne semmi. És már azt csinálnak, odafutkározik, azt csinál, amit akarsz. Tehát most már le lehet játszani egy foci meccset úgy, hogy már nem is veszed észre, hogy átverés. A magyar válogatott játszik. Igen, igen. Hol is egy átverés. Hol is egy átverés, igen. Azt mondja, a trónok az akarat szellemei, ők hagyják át a létezést akarattal, mint az isteni akarat hírnökei. Két trón alkot egy teljes szellemi egységet. Ezért a kétarcú, a szárnyas, az a baj, hogy nem, így nem láttuk előtt elég maszkász, de nem baj, csak maszkája. Megvárom, hogy visszamenjél, mert hogy nem eltakartad a fényt, és nem láttam. Ők a lokális megtartók, tehát ők a helyi megtartók. Az a lényeg. És nem fő megtartók, mint az egész kozmosznak a működtetői, ezek a kerubok. Nem sokan vannak 72-en, de a keruboknak is a majdnem a fele lány, és nem férfiak, mint lány. Van nemük a keruboknak, a fele lány. A Szentléleknek is van neme, honnan tudjuk? Jobbos vagy balos forgás, úgy van, a balos a női, úgy van. És hát ez az Attila nagyon jó ilyen gyűjteményt csinált, aztán a hatalmasságok formai szellemei, minden forma mögött az ő hatásuk keresendő, beleértve az emberi formát is. Mi ennek a lényege? Hogy ők a morfogenetikai tér kezelői. Tehát ők azok, akiket a Rafael Serdék felfedezett, aztán utána szétgyapálta az akadémiai vonal, tehát szétgyapálták teljesen. Meg a szkeptikusok szétgyapálták. Hát a Serdéknek a weblapján hát ott annyi ilyen fikázás van, amit már egy mutatvány. Na most ő nagyon jót talált meg, ez benne az őrület. Csak a hülye fafejű materialistáknak ez nem kell. Az is egy vallás, a materializmus hit. Csak nincs benne pápa. Tehát sok pápás rendszer tulajdonképpen. Hol ide csapunk, hol oda csapunk. De
ugye azzal kezdi, hogy már megvan az összes anyag, az fölrobban. Most ez egy ökörség. Ez egy abszolút méretetlen ökörség, mert olyan fekete lyuk a büdös életben nem robban föl, amiben az univerzum minden tömege benne van. Ha hogy robbanna az föl? Akkor a tömegvonzása van neki. Ez olyan női válasz, mert csak. Olyan női választ lehet ráadni, csak. Nem adták, nem magyarázták meg soha. Arra nem beszélve, hogy nincs meg az antianyag. Az ősrobbanási elméletben nincs meg az antianyag. Aztán olyan hülyeséget mondta, hogy tulajdonképpen egyszerre keletkeztek, aztán az egy, kinyírták egymást, de egy kicsivel több volt az anyag. És az maradt meg. Nem jött rá, hogy ugyanitt van az antianyag ellenütemben. Hát nem jött rá. Hát ez baj. Tessék ennek utána nézni, mert ez működik. Ez átrántható már 2,5 légkör nyomásugrással, átrántható ez az antianyag erre az oldalra. Tehát antianyagot tudsz csinálni egy szutyog, kútszivattyúval, egy olcska orosz kútszivattyúval csináltunk antianyagot. És baromira fölforralja a vizet. Igen, fölforralta a vizet, pillanatok alatt, nagyon jó volt. Csak egy kútszivattyúval, ja, és hát fölment a háttérsugárzás háromszorosára a sugárzás, az egyszerű csapvízből. Gamma csapvízből, hát az ne! És pedig igen. Pedig igen. Tessék utána mérni. Tehát kavitációsoknak mesélem, hogy figyeljetek kavitációsok, baromi erős veszély van, tegyetek rá ólomburkolatot, meg vízköpeny. Mert a neutron sugárzás is föllép, nem csak a gamma, hanem egy gyors neutron sugárzás is föllép, és a gyors neutron sugárzás az igen. Nagyon életpusztító. Még jobban, mint a gamma. Az nagyon életpusztító. Egy centis acélon átmegy a neutron, a gyors neutron simán? Azon simán, az acélon, alumínium simán átmegy, de a vízen nem. Egy centis vízen nem megy át. És hogyha a reakció eleve vízben kerek, ezért kértem a Gyuri bácsitől egyébként a sugárzásmérőt is. Aha. Hogy van már legalább megvan a sugárzásmérő. Még a mérlegem nincs meg, volt egy nagyon jó kis fénymutatós műszerem. De még a fiam vette a mételepen 500 forintért. Na jó, de 50 ezeret ért ma akkor is. Csak a hülye mélyes nem tudta, mert nem működött. Az kiesett belőle egy ég, ennyi volt a hibája. Zsírúj volt, tényleg zsírúj volt, csak kiesett belőle egy ég. Oda bevágtam egy ekkora darab, ilyen bádog darabot, és beleraktam, és miért? Utána miért? Egy ilyen kis bádogból kivágtam egy ilyen kis téglalapocskát, bedugtam oda. De miért? És meg is maradt benne szépen, a rugója, a súlya rajta tartotta. Hát lehet, hogy a szállításnál ez is kiesett volna, de nem nagyon szállítottuk. Aztán valaki elkérte kölcsön, azóta hozza. Úgyhogy hát ez már csak ilyen. Szóval visszatérve akkor, hogyha a reakció vízben keletkezik. És igen, elnyeli a víz. De nem nagy köpenyben van, hanem egy pár milliméteres víz. Hát inkább egy kicsit nagyobb kell. Tehát ilyen centinél kicsit vastagabb a köpeny. Úgy csinálták itt meg Magyarországon, hogy egy ilyen vastag cső volt körülbelül, meg egy ilyen vastag cső. Hát ilyen 130-as vagy 110-es cső volt a külső, és egy ilyen, hát ilyen 60-as, 70-es inkább, 70-es cső volt a belső. Úgy nagyjából, úgy ránézésre. És ott körbe jött vissza a víz, és azon egy ilyen vastag vízköpeny volt ezért. Tehát ez már egy már elnyelte a sugárzást, ez nagyon jó volt. Mert hogy nem veszélytelen. És a izét is el kell nyelni, a neutron sugárzást el kell nyelni. A gammát is, persze. A kavitációnál mindig széles spektrumú sugárzás keletkezik. Nem egészen olyan, mint a villámnál, de nagyon széles spektrum. Tehát gamma, meg röntgen, meg mindenféle is keletkezik. Tehát persze, a fotonok keletkeznek? Nem keletkeznek, hanem szétszaladnak, ami benne volt. Ami volt. Ami az atomban volt, rabságban voltak benne fénykvantumok, az amikor ez megszűnik az annihiláció miatt, megszűnik a két kapszomér, tehát a proton meg az antiproton, mind a kettő megszűnik, akkor abban a pillanatban viszi magával az elektronját is, persze, az is megszűnik, és akkor kiszabadul a bennük lévő fény, és szétszalad minden irányba. És ez melegíti a vizet, hogyha te vizet akarsz forralni vele. Nagyon jól működik. Nagyon jól működik. Itt melegítettük a vizet vele, nagyon jó. Én nem akartam olyat csinálni, de azért meg tudnám csinálni, hogy fűteni lehet vele. Hát ez
amit én láttam megépítve Magyarország, kettőt is láttam. Nagyon tele volt műszerrel rakva az egyik, a másik nem, de a régebbi az nem. De a haverom csinálta, és ez a haver megcsinálta azt, hogy ezzel fűtötte a családi házat. Nem erről beszélt régen az egely? Hogy az egel is, biztos látta az egel is, persze. Egel is látta, igen. És miért fulladt be ez az egész projekt? Nem fulladt be, nézd, az van, hogy mi nekünk nem az a dolgunk, hogy szériába gyártsunk. Ez a kutatónak nem az a dolga, hanem hogy vagy újat fedezzen föl, vagy olyat, amit letagadnak, még egyszer felfedezze. Tehát, hogy rájöjjél, hogy hogy működik. És ha te is meg tudod építeni, akkor neked már a tudás a birtokodban van. Lehet, hogy te nem csinálod szériába, de ha vészhelyzet van, meg tudod építeni, mert tudod, hogy mit kell csinálni. Tessék, parancsa. Hát mondjuk a kavitációs kazárokat elkezdeni szériába gyártani, hogy anomáliák lennének? Idő anomáliákat csinálnak, ha sok van belőle. Épp ezt akartam kérdezni, mondom, hogy ha egy nagy van, arra már mondtad, hogy idő anomáliát csinál. Igen. A adásban valaki mondta, hogy egy megást a hajógyári szigetbe összeállítottak, és aztán szétszették, mert volt lépés a megint a idő anomália. Azt akarom kérdezni, hogy sok kicsi készül, akkor is ugyanaz? Akkor is van idő anomália, persze, mert megszűnik az időből. Az időforrásokból megszüntetsz, eltünteted az időforrásokat. És azt az idő mérő eszközök észreveszik, tehát Greenwichbe innen 2000 kilométerre, 2500 kilométerre lépést vált az atomorra. Képzeld el. Tehát ha nagyon nagy teljesítményű, ilyen megás teljesítményű, akkor lépést vált rá az atomorra. Ha egyszer bekapcsolja, meg kikapcsolja, akkor lépést vált az atomorra. Mit? Kicsi is megcsinálja. Akkor kicsi is megcsinálja, persze. Csak akkor össze-vissza bolondéria van. De ez tud veszélyes lenni? Tehát így hát hogy a büdök fenében? Nem tudjuk, milyen veszélye van. Nem tudjuk, milyen veszélye össze van. Egy GPS atomorával működik. Igen. És egy csomó minden probléma van. És az, hogy még 5 méterrel mellé visz, az jó, de ha már a traktorokat, meg a izéket, a vetőgépeket arra viszi 10 méterrel, az már nem biztos, hogy jó. Mert elment az atomorája a GPS-eknek, a holdaknak. Mert oda is hat. Tehát föl a világűrbe is hat ez. Nehogy azt hittem, hogy nem. Mert ez egy időanomália. Az időanomália az úgy terjed, mint egy ilyen hangrobbanás. Megy terjed. És ahogy bekapcsolták, Pozsonyban volt egy ilyen megavattos ilyen, ultrahangos ilyen szerkezet, és bizony összevették, hogy az atomóra lépést vált. Igen. Itt voltak nálam, beszélgettem velük, eljöttek. Olvasták a cikket az UFO magazinban, kiborultak, és eljöttek hozzá. Mert a legtitkosabb titkosukat leírtam. Igen, mert hát én azzal foglalkoztam, akkor én miért ne írtam volna le? Én nem tőlük vettem, nem is kaptam tőlük semmilyen fülesse, semmit. Én csak leírtam, hogy szerintem hogy működik, és hogy kell megcsinálni. Hát nem úgy kellett. Ajajaj. Tessék, parancsolj. Akkor lehet, hogy ezért mondják a más naprendszerbeli, mondjuk úgy, hogy lakosok, hogyha mi atombombákat pukkangatunk el a földön, akkor ez a fajta hatás hozzájuk is eljött, és igen, igen, pontosan. Mert a rendszer egy egységes rendszer. És ami marhaságokat csinálunk, az őket is zavarja. Így van. Ez a teremburán átmegy, tehát ez biztos átmegy, ez a hullám. Valamennyien mindenképpen átmegy. A teremburát pont arra találták, hogy se kisebbe. Hogy szűrje. Nekünk az a feladatunk, hogy ne mágnes hajtóműt, ne kavitációs. Ha még mágneseset csinálunk, az milyen jó lenne? Szentlélek? A Szentlélek hajtómű az igazi, na. Az egyetlen jó megoldás. Hát persze, mert egy darab fénykvantum viszi az űrhajódat, aztán semmi üzemanyag, semmi. Semmi nem kell hozzá. És innen el lehet menni a csillagokig egy hét alatt. Tehát még a kezdetleges technikát, ha megcsináljuk, azzal is egy-két hét alatt el lehet jutni, amire 10-20-50 év kellene. A materiást azon vergődik, hogy nem lehet a fénysebességnél gyorsabbat menni. De nem is megy. Ez lehet, hogy relatív sebessége az olyan, hogy mint a én sétálnak. Jó, úgy van. Hát a nem tér, nem időben mennek ezek az űrhajók, nem a térbe. A térbe ott kell, hogy gyorsulni kell, lassulni kell, ott igaz a fizika. De a nem tér, nem időben más fizika van. És ezt kell tudni.
és már felfedezték, tehát most már megjelent, a Krémert érdemes olvasgatni, aki ír nem időről. Tehát az azért kell olvasgatni, mert ő már rájött erre. Nem enyves kész, hanem milyen kész? Rejtett kész. Beírott, hogy rejtett kész. Magyarul is vannak anyagai. Igen. Rejtett kész. És... Ugyanazt mondja, amit te. Hát, de én nem ismerem őt személyesen. De hát én végighallgattam az egészet. Igen? Azt mondja, amit te. Hát mert ez a valóság. Hát azért mondja ő is ugyanazt. Tehát ő már rájött ezekre, és azért mondja ugyanazt. Biztos van köztünk némi kis eltérés. Még vetít ez a projektor, de már kicsit halványka. De azért működik. Még. Fogy belőle a fény. Tessék? Fogy belőle a fény. Kifogy a fény, igen. Az a baja. Minden ilyen fényeszközből kifogy a fény. A gáztöltésűekből hamarabb fogy ki, mint a szilárd anyagokból, mert abban több fény van. És a fényporból is kifogy a fény. Tehát a fénycső egyre halványabban világít, mert kifogy a fény belőle. Az az érdekes. Egyszerűen kifogy. Ki veri az ultraévoly a sugárzás belőle a fény, azért világít. De hogyha már itt megy egy-két éve egy ilyen fénycső, olyan halványan világít, már nagyon gyenge, és akkor utána hozok egy újat, beteszem, nagyon jó világít. Tehát mert még abban van fény, kifogy. Van benne spiritus. Igen, hát azért van, hogy a ledek azok lassabban döglenek el, de azért azok is eldöglenek. Elkezd elhalványodni, egyre jobban az vége. Úgyhogy nem jött meg a ledem, rendeltem, de nem jött meg. De megjött a kis hicém, amivel lehet csinálni fluid szálas átvitelt. És meg is csinálom. Megvan egy részét, megépítettem, ilyen hicével már építettem áramkört, egy rádiócskát, egy UR-es vevőt. Működik. És azt összeraktam, jó az hicém, működik. Hát ebből lehet csinálni akkor egy kis UR-re vevőt, az ekkora kis panelon elfér az egész, úgyhogy nagyon jó. És akkor antenna helyett a kristályt buzergálja? Nincs antenna. De nem azt mondom, antenna helyett a kristályt buzergálja a végfokrész? Igen. Uh-huh. És az egész le van árnyékolva. Nem jön ki semmilyen rádióhullám belőle, és nem is megy be. De le van árnyékolva. Tehát beteszed egy bádogdobozba, ha a vevőt, akkor elkussol. A URS rádió elkussol. De ezt beteszed a bádogdobozba, rácsukod a tetejét, szól tovább. Tehát ez nem a rádióhullámokkal megy, hanem azzal, ami nincs is. Pontosabban van az EPR-nél, és nagyon dolgoznak, ezt úgy hívják, hogy kvantum összefonódás. Az egyik kínai műholdat, katonai műholdat így kötik össze. Hát persze, van a kínaiaknak esze, meg olvassák a kisfaludit. Nem hülyeskedek, azt hiszed nem. A NASA csak, NASA-nál legalább 10 olvassák a cikkeimet, és reklamálnak, ha nem ér oda időben, mert nagyon várják. Ezeket a filmeket, amit felraktunk, ilyen csütörtöki filmeket, mert van minden csütörtökön itt az utca végében egy iskolán, és 7-től 10-ig egy ilyen 3 órás. És akkor ott még először mindjárt föltesszük, vasárnap felrakjuk, már föl van téve, és akkor ez a buli, hogy föl van rakva ez a film, én meg még nem ajánlottam ki a második filmet, az elsőt már kiajánlottam, de nem, a másodikat még nem ajánlottam ki, pedig nagyon várják sokan. Látszik, hogy alig, hogy föltettük, már 700 nézője volt. Szóval nagyon várják, úgyhogy nagyon várják. Gyerekek, átléptük a 2 milliót letöltésben. 2 millió 73 ezer. Nem rossz. Erre mondják azt, hogy nem rossz. Na most ez hatékony, tudod? Úgy is lehet, hogy állj ki a sarokra és kiabálj, hogy térjél meg Jézus Krisztushoz, ez egy módszer. Az enyém hatékonyan. Én kiteszem az internetre, és napi 2000 ember megnézi. Tehát minden nap, 1600-nál ritkán nézik meg kevesebben, naponta. De amikor felrakjuk, akkor értene 5000-en is. Már úgy várják, az nap, egy nap alatt 5000-en. Egy előadást megnéznek simán, tehát így szummában összesen 5000. Szummában megnézik, úgy van. 5000-re megnézik. Kettőt is megnéznek, mert ha nem teszem fel a második részt, akkor irkálnak nekem, meg telefonál a Richard. Haverom telefonál volt Kanadából, hogy
hogy mikor teszed már fel a filmet, ma úgy várom, szóval olyan. Igen, mert nézi, ez egy repülőgépmérnök. A fia meg pilóta az oroszoknál. Ilyen gangstereknek a pilótája, tudod, ilyen fő kakukoknak. Ilyen private jetet vezet? Aha. Jó fizetik. Nagyon jó, fizetik, igen, és ott van. Pedig kanadai. Azt mégis Moszkvába jár pénzt keresni. Mert jó pilóta, hát nem akárkit vesznek föl pilótának ezek, tudod? Mert a gangsterek pontosan megnézik, hogy kit vesznek föl pilótának. Nem elég a papírja, hanem megnézik, hogy mi a hátra a múltja. Hogy milyen balhé volt, hányszor verte le a seggét a gépnek a repülőtéren, felszállásnál, hányszor akar bemenni a bokorba, a leszállásnál, az megnézik. Tudod, és akkor ezért van, vagy hogy egy ilyen crosslandingba le tud-e szállni. Ugye, mert a crosslandi itt a kifutópályán, így jönnek be a repülők. Így. És akkor, amikor éppen a futópálya fölött, akkor így befordulnak és úgy gurulnak. Én valamik le sem mert szállni, mert így lebegnek a repülők föl alá, ilyen szélviharba, és nem tudnak leszállni. Volt, amelyik átstartolt meg, mert annyi ilyen van, átstartol a nagy szél miatt. Csak keresztbe fúj neki a szél, és akkor... De ha képzeled, hogy a nagy tolóerejű, bazi nagy tolóerejű gép azért az nagyon kemény tolóerőt ad, ennek ellenére nem képes ott maradni. Tehát így viszi össze-vissza, az automata be van kapcsolva, akkor se. De ilyenkor már nem kapcsolnak automatát, amikor már leszállnak, a legvégén már nem automatával szállnak. Le tud szállni automatával is vészhelyzetbe. Tehát lerakja a gépet valamennyire. Hát, hogy mennyire rakja le, az már egy kérdés. Az amerikaiak minden esetre azt mondták, hogy már az ő belföldi járataik már levezethetők a toronyból. Ez még közvetlenül a 2001-es balhé előtt volt. Az mit jelent? Hogy távvezérelhetők a repülők. Csókolom. Ez egy fél évvel előbb volt bejelentve, mielőtt kitört a nagy balhé. Én nem tudom, hogy ezt ő hogy gondolja, meg mind. Megnyugtatták vele a közönséget, hogy nem kell félni, mert ha mind a két pilóta ott hagyja a fogát, mondjuk mérgezett kávét ivott, akkor ők a toronyból le tudják vezetni a nagy repülőt a kifutóra. Ez jó, ez nagyon jó. Mindig jóval kezdődik. Tessék majd észrevenni, hogy minden, ami nagy gengszterség, jóval kezdődik. Megmentjük a gyerekeket. Én tudom, ez a valami őrült nagy jóval kezdődik. Mindenki. Amíg a tornyot el nem foglalják. Igen, igen, ameddig a tornyot el nem foglalják, úgy van. És nincs annyira védve. Hozzáteszem, ilyen tejbető körök ott vannak, azt úgy lövik le, mint a kutyát. A gangstereknél nincsen ilyen vizé, hogy nem lövi le. Dehogy nem, mint a kutyát. Még kicsi lép a kanyarból, van előtte az őrt. Tessék el. Ez a rendszer képes arra, hogy a pilotákat kiittassa? Hát, hogy ne. Akkor ezeket miért nem ittatták? Ez a négy gépet. Volt is egy ilyen film, nagyon érdekes. Az X-aktáknak volt egy ilyen filmje, amikor ilyen hackerek, ilyen híres amerikai hackerek voltak, nagy-nagy hackerek, akik föltörik a programokat, és hozzájuk fordultak, mert ment egy gép, amit elfoglaltak, de ez még szintén a torony előtt volt, hozzáteszem. Be is tiltották azt a filmet. Láttam egyébként. Hát az utolsó másodpercben, hogy mikor, ugye, az utolsó másodpercben ilyen majdnem függőlegesbe vitték fel a gépet ezek a hackerek. Tehát az utolsó másodpercben sikerült föltörni a repülőnek a belső szoftverjét, és akkor már ők vezették a repülőt, és akkor... Ugye ezek a hackerek, ezek sok repülőszimulátorra játszottak, úgyhogy a Boeinget is tudnak vezetni, meg mit tudom én. Igen, hát amikor el voltunk most Svájcban a fiammal, hát utána mehetekig a Fokkert, ezért-e, meg a Boeinget kereste ezeket a szimulátorokat, mert odafele egy Fokkerrel mentünk, és akkor ő azt akarta vezetni. A szimulátorral is, akkor megtanulta vezetni. Ami nem baj, ha tudsz, mert ha mind a két pilóta feladta valamiért, akkor te le tudod vezetni mondjuk a gépet. Ami nagyon lényeges. Nem lesz könnyű leszállni, felszállni nagyon egyszerű. Semmi.
rágyorsítasz, flap, és már repülsz. Nem téma. De leszállni. Na az, gyerekek. Akkor a repülőtér, mint egy zsebkendő. Tehát előtted van egy ilyen kis ilyen pindurka kis zsebkendő. Nem nagy zsebkendőre gondolj, hanem egy ilyen pindurka kis zsebkendőcskére. Oda kell, arra kell leszállni, arra kockacukorra. Igen, és arra kockacukorra kell leszállni. Tehát lefele nem könnyű menni, ugye, hogy ne túl gyorsan ereszkedjél, mert az abda anya mennyi, tehát van a fölle az az abda, és akkor, hogy milyen gyorsan süllyed vagy emelkedik a gép, nem mindegy, mert hogyha 10 fölött van a süllyedése, akkor kitörik a futómű alólad, amikor földet érsz, kiterpesztenek a kerekei a gépnek, mert úgy oda csapod az egészet, hogy kitörik a kereke. Ha túl lágyan érkezel, akkor még a kifutó után három kifutó is kevés lenne, ott fogsz gurigázni még kifelé. Ilyen sugárfékkel se tudsz rendesen megállni, szóval és így tovább. Ja, de ezeket azért nem árt, ha tudod, hogy ez micsoda, hogy működik, le tudja szállni egy géppel. Még jól jöhet az életedben. Még jól jöhet. De lehet, hogy valami terroristák elzélik, eltérítik a gépet, azt addig megy a lövöldözés, még mind a két pilótát lelövik, meg mind a két terroristát lelövik. Aztán, de jó, de kivezeti le a gépet. Tudom a torony. Ez a szörnyű az egészben, hogy tényleg. Hogy érdekes, hogy akkor jelentették be, hogy le tudják vezetni a hazai gépeket. És minden három repülő volt, a 8 volt eredetileg, nem 3, de nekem megvannak az eredeti dokumentumok. 8 repülő volt, a CNN-en 8 repülő volt, nem ám 3. Eltérítésben 8. Na most, hol van a többi 5? Ez a kérdés, mert nem tudunk róla semmit. Az a torony levezette. Mit? A torony levezette. Torony levezette, igen, igen. Na, de nem tudunk róla a hős toronyról, mert akkor a hős toronynak ott kellene lenni, hogy ezek a hősek lejjenek. Felények voltak a fiúk. Tehát ha már a képet lát, meg vezérlőpultot lát, tehát azért egy ilyen, már egy Cessnában is 49 műszer van, szóval vezettem Cessnát, az már, azon is van 40-42. Már volt benne chip, nem tudom értek kimondani, a leszállító szisztem, hogy a fenébe mondjam, na. Földérzékelő. Nem, a, micsoda? Robotpilot? Landing system, de micsoda landing system? Ez a radar landing system. Tehát van egy ilyen radar, ami csak egy ilyen sávba sugározgat, van egy másik, amelyik egy sávas sugározgat, és a kettőnek keresztbe oda kell tenni egymásnak a kettőt pont így keresztbe, és akkor jössz befelé a közepén ennek a vezető sugárnyalámnak. És azt úgy kell levele leszállni, és akkor vezettem ilyet, nagyon jó, nagyon jó. Ezek a reptéren vannak ezek a radarok? Igen. Hát nem minden reptéren van, a jobbakon, igen. Én csak a jelét fogom. Igen? Igen, radarjelet fogom, és akkor azt kell nekem be-x-elni. Igen? Na, ezek a reptéren vannak, ezek a radarok, és ez a leirányító radarok, amikkel le lehet szállni a repülőtérre. Mert vannak az átirányítók, és vannak a leirányítók. Kétféle irányító rendszer van mindenhol. Az egyik az átvezeti csak a repülőt, és megadja neki a következő pontot, tehát megmondja neki, hogy most a Johnson 12-re menjél, és akkor és 870-en vagy 5240-en, tehát megmondja neki, hogy hol menjen, milyen magasan, milyen irányba. Még a sebességet is, ha úgy van, még azt is megmondja neki, hogy nehogy összeütközön egy másik géppel, ki kell várni, hogy ez elmenjen. És akkor így lehet irányítani, tehát így átirányítják, vezetik, ilyen vezetési pontok vannak, és azokon átirányítják folyamatosan. Ezek azért is vannak kitűzve, mert katonai objektumok fölött nem mennek át. Tehát, hogy nehogy átmenjenek katonai objektumok. Kémek nem tudnak fényképezni. Hát igen, de hát onnan aztán, amit fényképez, ablakon, repülőgép ablakon, hát az egy vicc. A műholdakról sokkal jobb információ van. Most már ez már nem egy nagy téma. A műholdakról sokkal jobb információ van. Tehát ha ezért megnézed, akkor például a Dunának az összes kanyarulata, a régi kanyarulata látszik a műholdképen. Tehát lehet látni, hogy csinálta ezeket a kanyarokat.
amiket levágtak. Amiket levágtak, vagy levágott maga, tehát egyszer csak átszakadt, és akkor de csinált ilyen kanyarokat, a lettek holtágok. De az a nagyon érdekes, hogy ott most már szántóföld van, de más a természete ott a száradásnak, meg mindennek, és ezért, ahogy a szél fújja, egy kicsit lehet látni, kirajzolódik, hogy ott van alatta a folyókanyar. És az arany. Mert ezekben a folyókanyarokban bizony az aranypor lerakodik. Bizony. És ha tudod, hogy hová kell leásni csokollak, és egy kicsit átzéled, átmosod az aranyat, és kész. El lehet vele játszani, mert bizonyos kanyarokban nem mindegy, hogy jobbra vagy balra kanyar. Nagyon érdekes. És hozza az aranyat lefelé, ilyen aranyport. Hát ott, ahol lerakja a homokot, ott rakja le a üledéket. Úgy van, úgy van. Egy aranymágnesen töröm a fejem, milyen jó lenne. Csinálni egy olyan, ami csak az aranyat mágnesezi össze. És akkor így fölzavarni, ahol megy, így fölzavarja a vizet valamilyen sugárral, kicsit zavaros lesz a víz, de az abból rögtön kapja ki az aranymágnes az aranyat. Meg lehetne csinálni, szerintem. Az örvényáramokkal valamivel meg lehetne csinálni. Érdekes lenne. Tényleg biomágneses az arany, nem? Igen. De meg lehetne csinálni. Mm. Hm? Ellenkezőleg tér ki a fémkereső is az aranyra, meg a vasra. Tehát nagyon lehet látni az alumíniumra, meg az aranyra, meg mit tudom én. Ellenkezőleg tér ki, ha egy középállásos műszered van, akkor az egyikre csökken a frekvencia, a másikra nő. És ezért egy mutatóval lehet tudni, hogy most az arany fölött turkál szépen, vagy itt valami arany van a földbe, itt meg vas, vagy egy bomba mondjam. A bomba mindenhol van, egy háború után, mindenhol van. A kecskeméti fővonal alatt találtak egy 50 kilós bombát a sín alatt. Az járt rajta, mit tudom én, 40 éven keresztül a vonat, tatadatta. Figyeld, a kutyán, te biztonságban érzed magad, erre szoktam azt mondani, hogy gyerek vagy te. Hogy te biztos, hol vagy te biztonságban? Mit lehet tudni, hogy mi van a földben még? Nem tudsz te róla semmit. Vagy hogy jön egy repülő, az becsapodik. Ennyi volt. És ilyen 100 tonna kerozinnal a nyakadba zúdul. Mit tudsz csinálni? Mondja utána, én Istenem, jó Istenem, lecsapodik válaszolva. Kész. Kukúgynökség mindenen segít. Tehát legfeljebb a mi atyánkat még el tudod darálni, de gyorsan kell, mert nagyon gyorsan jön a repülő. 700-zal jön, az nagyon jön. Úgyhogy, és ilyen mindig van, tehát nehogy azt hitt, hogy itt biztonságban vagy, az ott fönt megy. Na, jó van. Azért, mintha lett volna, nem is tudom, Amsterdamban volt? Hogy a nagy, ilyen nagy bazinai lakótelep, ilyen 16 emeletes, ilyen V-alakban volt, ilyen nagy lakótelep is. Oda így becsapodott egy ilyen afrikai gép, amit túlpakoltak, és nem bírt elég gyorsan emelkedni, és neki ment a háznak. És iszonyú sok embert elpusztított, ilyen lángtengert csinált oda. Mert jó, meg volt tankolva, tudod, de hát ez aztán problémás volt, mert nem bírt eléggé, nem bírt, nehéz volt a segge. De próbált volna, és hülye volt a pilóta, nem volt szokva ilyen magas házakhoz. Náluk nem ilyen van, aztán nem volt hozzászokva. És akkor neki ment a háznak, kész. Mert el tudott volna fordulni még előtte, nem? Hát ha látja, hogy nem bírok emelkedni, akkor még csinálok egy kis kört, aztán majd amikor följebb vagyok már. Ha látom a magasságmérőmet, hogy most már 250 méteren vagyok, ott már nincsenek házak. Érted? 250 méter hegyek még vannak, de házak nincsenek már. Nagyon ritka, hogy ilyen van, Busch Dubai mondjuk van, az 500 méter magas, tehát az van csak. A 9-11-nél a World Trade Center összeomlott, gyanúsan nagyon sok por keletkezett. Tehát inkább úgy mondom, igen, hogy nagyon-nagyon kevés törmelék lett, de rengeteg sok por keletkezett. Nem lehet, hogy valami trükkös fegyver bevetettek? De nagyon meg lehet, mert nagyon, nagyon elporlott az egész. Túlzottan elporlott. Alig van rom, tehát alig volt, inkább én mondom. Alig igen, volt rom. Igen. Túlzottan elporlott. Ugye, ilyen vastag acélgerendák voltak, ekkora acélgerendák voltak benne. Azt így omlott össze, hogy tényleg? Tényleg ezt mondani, hogy tényleg? A V7-esről ne is beszéljünk, mert az még mindennek a csúfsága volt. Az már a hazugságok hazugsága csúfsága volt. Az úgy dölt össze, amit lerobbantanak. Nagyon láthatóan, nagyon világosan úgy nézett ki, be volt középen robbantva, beomlott, és
hogy ne dőljön kifele a törmelék, hanem befele dőljön. Szakszerűen le volt robbantva. Igen, csak oda nem ment a repülő. Szóval más baj nem volt. Más baj nem volt. Tehát nekem ez egy önmegtámadás. Akárhonnan festem magam. A repülő hulladékok, amiket odavittek, más színű volt. Ez odavittek ilyen repülőgép kereket, meg törmeléket a ilyen lezuhant repülőből. Igen, csak egy nagy baja volt neki, nem olyan színű volt a repülő. Tehát másmilyen volt a színe a repülőnek. Kékebb volt, vagy szóval nagyon eltért a színe. Csak, hát kék, jó van, mondta egy hülye. Tudod, a hülye az mindig ilyen. Ilyen hülye tábornok mindig, mindig van. Itt is, ott is voltam olyan vesztegetés, meg simliskedés, haverom ott dolgozik is. Mondta, hogy majd megfulladtak lent a pincébe, mert leterelték őket a pincébe, a Pentagonba. Leterelték őket a pincébe, hogy jön a repülő. Na most. Két váronindítató jött is, de ez atombiztos munkerben olyan füst volt, majd megfulladtak. Persze, mert az összes zárógumikat, ezeket, amik benne voltak, hát azok már ilyen 30 éves szarok voltak, már ilyen eldöglött gumik voltak, mint a befőztes gumi 5 év múlva, tudod milyen, már ilyen semmi. Na ezek is olyanok, minden évben lekenték glicerinnel, és felvették az árát, hogy cseréljenek, de nem cserélték le. Hát jól lehetett látni, hogy mi a helyzet. Jól lehetett látni. Nekem megvan az a felvétel, amit egy szemfüles riporter csinált a Pentagon tetejéről, és azon nagyon nyilvánvalóan látszik, hogy nem egy helyről jött ez a repülő, hanem legalább kettő. Ketté szakadt előtte is. Előtte ketté szakadt, körbejárt a másik oldalra, és onnan jött be. Igen. Tehát nagyon-nagyon érdekes, nagyon érdekes. Két luk sorozat van, az egyik innen jön, a másik innen jön. Na de hát, hogy jött innen? Persze. És az látszik a benzinkút felvételén, amiről már kivágták azt a részt. Mert nekem megvan. Kivágták már, azt letüntették. Mindig simli, szóval mindig bedőlnek, mert hülyék hozzá. Ha üzentem a haverom, hogyha jót akarsz hazudni, akkor fizess meg, és én majd elmondom, hogy hogy kell. De akkor hazudok olyat, hogy kéket, zöldet, sárgát. Tehát ne lehessen vele bebukni. Tehát gyerekesek, amiket csinálnak. Nem tudok más, mert gyerekes. A hanták is gyerekesek, meg mit tudom én. Két robbanás is volt. Mert hogy a Hiltonnak fönt van a tetején egy kamera, mert marra messzire van oda a Hilton a Pentagonhoz, de a kamerája mutatja a két felvillanást, és aztán a hang, amikor odaért, azt is. Tehát bum, bum, két robbanás volt. Na de egy repülő jött, ami nem jött. Már belekopírozták a repülőt, már minden van, már már... De nekem megvannak az eredeti felvételek, piszok kellemetlen. Megvannak az eredeti felvételek. Akkor mondtam, hogy ezért gyerekekhez csalás, azonnal vegyetek föl minden anyagot. Az elsőben 8 repülő volt még, amit eltérítettek a terroristák. 8. A CNN-en néztem, és vel is vettük. Megvan a CNN-en. Megvan az eredeti minden. Minden megvan. Dátummal, mindennel. Igen. És a CNN, és nem csak nálam van meg, hanem megvan ez még máshol is. És ez a lényeg, hogy ez a CNN közvetítésben 8 repülő volt. Aztán a hős amerikai hazudtak egy ideig, azt hazudták, hogy hát nem tudtak telefonálni. Még a WC-ről se tudtak telefonálni, a repülőről, mert valaki kiment a WC-re és próbált telefonálni, de nem tudott telefonálni a hős férj, és akkor utána nyilatkozott a CNN-be a hős férjnek a felesége, akinek két gyereke már volt, és a harmadik a hasába. És így vigyorogva nyilatkozott, szerepelt a CNN-ben, te gyerekek! Hányás volt a nő? Van, képzeld el azt, hogy van 3 árva gyereked, mert a harmadik ott volt a hasamban. Van 3 árva gyereked. És akkor azt mondogatta, hogy én már tudom, hogy a férjem jó helyen van, már boldog, már fönt van Mennyországban. Gyerekek, ez egy abszolút, ez egy hülye, nem tudok más mondani, ez egy hülye. És ki volt festve, lakkozva, klakkozva, frizurázva, minden, mert ő szerepel a CNN-ben. Értitek, mi ezzel a baj? Én értem.
valami hülye színésznőt oda vittek, aki ilyen amatőr színész, hogy ne ismerjék, mert hogy melyik sorozatból, meg izéből. Valami gyenge amatőr színészt oda vittek, és tényleg gyenge volt, mert annyira belelovalta magát, hogy ő szerepel a tévébe, hogy hülyébbnél hülyébb dolgokat csinált. Ez jó, hogy így van, mert ebből nagyon látszott a hanta. Tehát ezen látszott, hogy kérem, itt hazudnak. Itt már megint hazudnak. Ennyi a történet. Lenne kérdésem. Mondja. Most épp azon gondolkoztam, hogy az aura áramlásához van-e köze a szőrszálak fővés irányának? Mert hogy igen. Szerintem igen. Ahhoz van. Igen. Hát én közben még beteg vagyok, csak úgy csinálom. Nem a gravitációnak a szüleménye, hanem az aurának. Emiatt a fejen lévő forgók ugyanaz a... Ugyanaz a fejen lévő forgók és a lányok jellemkezőleg forgók. Lányomnak kettő van, egy balos felé, egy jobbos. Eszembe jutott az ambícia, én papámnak ebből kettő van. Megvan? Ja. Kis csávó odáll az autót, szereli a pali, odáll mellé a kis srác. Fölveszi a kalapácsot. Az én papámnak ebből kettő van. Jó van, kisfiam. Fölveszi a francia kocsot. Az én papámnak ebből kettő van. Jó van, kisfiam. Fölveszi a villáskulcsot. Az én papámnak ebből kettő van. Jaj, de jó, kisfiam. Odáll a pali húgyozni a fához. Pisál, azt mondja. Azt nem mondd már, hogy az apádnak ebből is kettő van. Nem, de kétszer akkora. Ez is olyan. Én lányomnak kettő van. Jó, hát én nem tudom, de az én lányomnak csak egy forgója van, de nagyon aranyos. Úgyhogy ez tényleg így van, és az aurához nagyon sok köze van. Gondolkoztam, hogy mesélt ilyen egyiptomi szerkentyűre, ami gondolat megvalósító eszköz. Igen. És hogy én úgy gondolom, hogy... És fegyver. Persze, ez a gondolat. Szóval a kutat úgy lehetett vele fúrni, hogy kerestél egy nagy lapos követ, leraktad, ahol kutat akarsz csinálni, aztán így arra gondoltál, hogy ez a kő nagyon nehéz. És ez őrült nyomással ment lefelé a földbe, a homokba, összenyomta, két oldalt üvegesre kiolvasztotta maga mellett, ahogy ment lefelé, és szépen lement olyan mélyre, hogy már megjelent a víz. És kész volt a kut. Hát csinálta egy kávát, hogy ne essenek bele, és kész. És meg volt a kut. Így lehetett kutat fúrni egyszerűen. Tehát ilyen nem volt azért minden egyiptominak, azt hozzá kell tenni. A fáraónak meg ezeknek voltak ilyen fegyverei és tudat megvalósító eszközei. Nem földiek voltak ezek, nem földi eszközök. És végig Mezopotámiában mindenhol. Ott volt ugyanez az eszköz. Bár Egyiptom meg Mezopotámia vagy 3500 évig egy ország volt. Mi is voltunk Egyiptommal egy ország, nem? A Római Birodalom idején. Igen. Csak erre nem gondol senki, hát, hogy mi Egyiptommal, hogy a francban lennénk egy ország, és voltunk. Tény, ez nem lehet levitatni. Nem volt meg. A Dunántúl egy ország volt Egyiptommal. Mert azon gondolkoztam, hogy ilyen rezonátorokkal, hogy ha tudnánk erősíteni az aurát, akkor hát ez gyógyításra is lehetne használni. Igen, és csináljuk is. Tényleg? Persze. Persze. Csináljuk is. Meg ilyen gondolat megvasító eszközt is lehet használni. Hát nem tudom, még megvan-e a haveromnak az eszköze, talán megvan még neki. De ha nincs meg, és lehet még valamit variálni, mert a szoftverje valahol megvan nekem. Az egy ilyen gyógyító szerkezet. Először is szépen fölnézi, hogy mi a bajod, de nem átverés. Mert nagyon sok ilyen átverést is láttam, ami csak egy átverés volt. Tehát ilyen kamu betegségeket írt ki, és akkor hűítette vele az embereket, és szedte a pénzt belőle, majd mi meggyógyítunk belőle. Ajaj, milyen szörnyű. Hát ilyen átverés. Volt ilyen. Hoztak ide, hogy csinálják. Mondom, én ilyen átverés nem vagyok hajlandó csinálni. Jót igen, egy jót hajlandó csinálni, de ilyen átverés nem. Tehát egy ilyen nagyon lepukkadt 286-os volt benne, aztán kamu generátor. Szóval nem. Szóval nem voltam hajlandó megismételni, mert hát ez egy kamu generátor volt.
De sztoasztikusan bevett betegségeket, és akkor ezt kiírta, hogy jó, micsoda, ő, ez a bajod, az a bajod, az a bajod. Mindjárt 20-30 betegséget felsorolt, mert túlzásokba esett. Ha csak kettőt sorolva, még hihető lett volna, de ez 20-30-at sorolt. Ja, és akkor ha három nap múlva megmérted, akkor megint másikat sorolt fel, szóval kamugenerátor. Igen, igen. És ez volt a lényege, hogy kamugenerátor. Úgy működött, hogy ráadok egy rezgést, mondjuk a csuklodra ráteszek két elektródát, de nem veszélyes, a nem villamosszék. Hogy hívják a kis villamosszéket? Elektromos kisülés. Tehát az a lényeg, hogy ráteszed a két elektródát, és a két elektródára a számítógép generál egy ilyen sweepet. Tehát ilyen mindig magasabb hangokat, és ez egészen ultrahang fölé fölviszi, és utána azzal leméri, hogy milyen visszhangokat kap. Mert amikor kiad egy hangmagasságot, akkor visszavárja. Megint kiad egy hangmagasságot, visszavárja, mint egy radar. Csak ez nem ilyen hullámradar, nem egészen úgy működik, hanem úgy működik, hogy a szervezeted azokra reagál vissza, amilyen rezgéseket létre tud hozni. És ezért visszacseng egyfajta zengés. Tehát van benned valamilyen baktérium vagy vírus, akkor annak amikor eléri ez a hangmagasság, eléri annak a rezgésszámát, akkor visszapofázik egy jelet. És így gyönyörűen ki lehet nézni, ez műszer, tehát ez nem átverés. Ez nem átverés. Visszapofázik. És az a nagyon érdekes, hogy utána abszolút korrekt módszerekkel lehet kenetet venni, mit tudom, mindent megnézni, hogy tényleg van-e ilyen betegség benned, és van. Az az érdekes. Most ez baromi gyorsan. Na, én csináltam egy szabadalmat annak idején, akupunktúrás szabadalmat, de nem ilyen szurkálásos akupunktúrát. Csináltam egy ilyen szabadalmat, beadtam, azt visszavontam, elegem lett. Tehát olyan mérhetetlenül hülye fizikus volt ott, hogy az már nem is tudok mit mondani. Tehát, mert hogy már lézerrel gyógyítunk. Hát. Az a nagyon érdekes, hogy elmentem a mester professzorhoz, beszélgettem vele, az egy lézerekkel gyógyított tényleg. És azt mondta, rákos volt, amikor már én mentem hozzá, már tudta, hogy rákos. És azt mondja, hogyha nem lennék ilyen beteg, most azonnal hozzákezdenék ehhez. Érted? Ez a fizikus egyáltalán semmit sem értett belőle, egy hülye volt. Tehát odaültették valamilyen nagybácsi, keresztbácsi, mit tudom, micsoda, odaültette, de nem ért, semmi ez nem értett. Te azt mondta, hogy ilyen nincs a fizikában, mert ötös, és akkor kész. És akkor attól kezdve nem volt egyszerűen, nem volt érdekes. De adtam egy olyan szabadalmat, hogy leszkenneltem, tehát mesztelenül rálsz egy targetre, egy ilyen kerek lemez, amit föltöltünk 1 millió voltra. De nincs benne áram, hanem olyasmi, mint a pulóver szikra, abban nem szart össze magát senki még, hogy a szikra adott egyet az orrodon a pulóver. Biztos mindegyik kötök húztad le a műanyag pulóvert, aztán a szikrádon. Fülethez, orrodhoz, még sötétben láttad is a szikrákat. Ugye? Mindenki látott ilyet. Na most, ez egy ilyen pulóver szikra színvonalú áramos, de nagy feszültségű valami volt, és akkor letapogattam egy kék lézerrel, soronként, mint a tévéképet. Mesztelenül. Ilyen szereteket? Nem szereteket, hanem csíkokat a bőrén. Nem szeleteltem föl, mert nem ment át rajta. A szelet akkor átment volna rajta, de ez nem ment át rajta. Ez csak a bőrén ment végig, és lerajzolta a bőrét, a bőrének az elektromos vezető képességét. És azt már mindenki tudta, akkor abban az időben, még én is, hogy a akupunktúrás pontoknak kisebb az ellenállása. Na most, hogyha én letapogatom egy kék lézerre, kisütögetem ezt a nagy feszültséget róla, akkor az egy impulzust kelt abba a lemezbe, amin áll. Egy videójelet generál. És ahogy a videójelet generálja, azt ki lehet vinni rögtön egy képernyőre, és hogyha ő fordul, meg mit tudom én szkennelem folyamatosan, tehát mint egy tévékép leszkennelem, ahogy fordul el, akkor seggén is látom, hasán is látom, mindenhol látom azt, hogy mi a probléma. És az akupunktúrás pontoknak az összefüggés rendszerét, ha meg tudjuk fejteni, akkor ez egy hihetetlen nagy lehetőség lenne.
tudnék, amikor beteg valami, betegség van az emberben, akkor megváltoznak ezeknek a pontoknak az ellenállásai. És ebből már diagnosztizálni lehet, hogy mi a baja. Abszolút nem invazív, mert nem szurkálok bele semmit, nem vágok bele semmit. Tehát ez nem ilyen, ilyen vágunk ki belőle egy darabot, hanem ez csak egy ilyen kis semmire való kék lézerecskével letapogatom. Ez nem is veszélyes, mert nagyon sűrűn, gyorsan megy, tehát nem égeti meg, vagy nincs semmi problémája. Olyan, mint egy világító, kékesen világító tévékép, úgy néznek ki, kicsit vibrál, mit tudom én. És ezzel le lehet tapogatni az egész bőrfelületedet, és meg lehet mondani, hogy mi a bajod. Jó? Hát jó bizony. Már akkor ilyen kézzel tehát odamértek egy akupunktúrás pontra először, egy ohmmérővel. Amikor megvolt, akkor körberajzolták, akkor rátettek egy ilyen izőt, egy ilyen mérőkét, és úgy lemérték. Hát, vagy úgy kezelték egy lézerrel azt a pontot. De előtte megkeresték egy ohmmérővel. A Lubkov is csinálta a Mondán. Tudom, mert voltam benne nála. Mondtam neki, hogy talán azért összeköthetnéd a kettőt azért, hogy ne egy külön ohmmérővel méregessél, hanem úgyis fém a kereted, a fém keretből jön kifelé a lézerednek a fénye, ha azon üvegszállal jön a lézerednek a fénye, akkor talán inkább az üvegkerethez képest mérd az ellenállást, mert akkor rögtön, ahogy megtaláltad, már kezelheted is. Érted? Nem kell fölemelni, berajzolni, mit tudom én. Tehát eléggé fantáziátlan megoldása volt a Lukovicsnak, csak elmondtam neki. Aztán azt hiszem megcsinálta, de nagyon mélyen hallgatott róla, ez szokásos volt abban az időben. Hogy lenyúlták is, hogy gyorsan elbújtak, eltűntek. Ha valakinek 1000 ötlete van, az nem sajnálja szórni, tudod. Akinek életiben van egy ötlete, azt is lopta, hát az nagyon félti. Azt nagyon félti, igen, mert meg akar élni belőle. Abból akar két tisztről megkapaszkodni. Hát igen, abból akar villát venni, hát igen, hát igen, autót. Higgs is leírta a Higgs részecskét, aztán az egyetem semmi más nem csinál, soha. Tehát abból az egy cikkből él, de nem merték kirúgni, mert hogyha igaza van, akkor ők égnek fel. Igen. És semmit nem csináltuk. Leírta a Higgs-bozont és kész. Ennyi volt. A Higgs-bozon le van írva, ez volt az egész életében a munkája. Egyébként jó, mert ez volt az Ahamkár felfedezése. Tulajdonképpen robotokhoz akarnak lelket csinálni, ezt azért csinálják, tudom. Csak szélámoskodnak vele, mert ha sikerül egy olyan Higgs-bozont csinálni, ami jól működik, akkor az üres lelkeket szül állandóan. Tehát bent tudják tartani egy helyen, akkor abból így szórja magából kifelé, mint egy gázt ezeket az üres lelkeket. Amit aztán egy robotba be lehet programozni, és kész, ezt képzelik. Csak a beprogramozni. De csinálják már, csinálják már. Csak nézd meg azt a két nőt, aki átment a kamion, meg mit tudom, csak nézd meg, hogy 80-nal neki lefejelte a izét, így behorpadt a bádok tetejé és a kocsira. Nem ám, hogy egy kicsit az üvegbe tört, még a tetején a vas lemez is így behorpadt. Emlékszel? Az eleje. Mi? Jarisznak a szélvédő fölötti karosszérjen. A szélvédő fölötti karosszérjen ekkora gödör. Olyat ütött a fejével, letakarták, hogy meghalt, ugye 5 perc múlva fölállt. Elfutott, és semmi baja nem volt. Nem is sántított. Érted, az hogy mondjam, azért ez érdekes. A másikon átment a kamionnak két kereke is, és a szemük láttára a BBC kamerának a szeme láttára, nem trükkfelvétel volt, nem izé, és követték utána ezeket a BBC-sek, szenzációt láttak benne, és rájöttek, hogy nagy gáz van. Tehát ez megmutatja a földi rendszerek tökéletes alkalmatlanságát. Tehát a hülyék paradicsom. Tökéletes alkalmatlanság. Mit jelent? Nincs felkészülve. A rendőrök nincsenek rá felkészülve, a katonák nincsenek rá felkészülve, és ez a két biorobot nő, az egyik azt fölcsalta egy pali magához, mert annak is el kellett volna bújni, az fölment a lakására. Hát az reggelre halott volt az a pali, ugye? Megölte azonnal egy pillanat alatt a palit, aztán elkapták utána, le is hittelték, képzeld el. Bevitték a kórházba. Jól lehetett látni, hogy az orvostudomány nullára készült ez ügyben, nullára, semmi köze nincs semmihez. Tehát hülye, mint a sár. Az orvos azt nyilatkozta, láttam a felvételt,
Azt nyilatkozta az orvos, hogy ez nem emberi vér. Mert micsoda, ha nem emberi? Hát micsoda, ha nem emberi, ugye ez a kérdés. De mégis úgy kezelték. De úgy kezelték, mint ember lenne egy nő. Jó, de itt az emberek félben meg se jelenik, hogy lehet, hogy van nem ember is rajtuk kívül, tehát lehet, hogy ez nem emberi. Némber. Igen, ez egy némber. Igen. Ez nem ember. Ez nem ember, hanem biorobot, aki tudott beszélni mindent. Tehát angolul simán beszélt. Svédek voltak az útlevelük szerint, nem tudom, hogy tudtak-e svédül, de szerintem nem tudtak. Valahonnan ezek megszöktek. De mintha az ő látórendszerükben nem lenne betanítva az autosztráda. Tehát egyszerűen az autosztráda nem volt betanítva. Nem úgy tudta a migránsoknak, akiknek csak az autosztráda volt az. Ugye? A migránsok csak az M1-esen tudtak Bécs felé menni. Nem volt mese. Az csak az M1-esen hajlandó gyalogolni. Jöttek fölfelé az 5-ösön, és az M1-esen ott lehetett menni. És sehol máshol, Díszlékpécsben mentek. Hát Tatáig elmentek, az már olyan 85 kilométer még csak az autosztrádán, de aki már 55-öt legyalogol, az már egy képzett katona. Tehát azért az nem kis dolog. Hát ugye mondjuk itt vannak olyanok, akik a 100-at is lenyomták a Kinizsinél többször közöttünk, de vagy a 800-at is lenyomták a spanyol túrán, de ott nem egy nap alatt a Kinizsit, az egy nap alatt nyomták le. Fiam is lenyomta, vagy kétszer, először zsákba hozták haza, de aztán utána már föledződött a srác, és akkor már simán vette az akadályt. De bizony, az nem olyan kis 100 kilométert lenyalogolni, elindultak innen Békásmegyéről, és a tatai táborba mentek. Te voltál még a tatai táborban? Én már kimaradtam. Én már abból kimaradtam. Nagyon jó volt, 18 évig jó volt. Jó volt a szabadkígyósi tábor is, de aztán ott annak valaki őrült nagy ellenpropagandát handabandázott össze, nem tudom, hogy milyen ügyből, és akkor nagyon megcsökkent, már nem volt érdemes megrendezni. Mert addig nagyon jó volt, aztán hirtelen így lecsökkent a létszám, valaki ott a nagy ellenpropagandát vert. Mit beveszélte, hogy én az ördöggel szövetkeztem? Miért tudom én, mit talált ki vérséget? Ilyen van. A pszichológusunk is, amikor ezt a sárkányt megcsináltam, elmenekült, hogy én az ördöggel szövetkeztem. Tényleg, mert vartam ronyból egy sárkányt? De mondom, tényleg? Ez dekoráció, hát ez nem ez. Bár a rosszakat megeszi, szóval azt hozzá kell tenni. És nem mondtak, amíg Kínában, mert ott ezzel játszanak. Hát mink is ezzel játszunk, hát pontosan erről volt szó. Jöttek ide az újságírók is, a honkisebbség miatt kellett valami handabandát csinálni, tudom. Egy lakótelepi lakásban, egy lakótelepi butorra mire jön ki? Tudod? Tehát valami olyan kinézés kellett, ami az operatőrnek még valami. Hát megcsináltuk. Kicsit itt-ott gicses, meg mit tudom, én direkt csináltam ilyenre. Tudok én akármit csinálni, akármilyen dolgot is. Úgyhogy ilyen művész családban nőttem föl, tudok rajzolni, festeni. Az ablakokat én festettem ezeket. A színes ablakokat, azokat én festettem. Én rajzoltam, én színeztem ki. Igen, hát hogy ne ilyen egyszerű vacak ablak legyen, hanem valami legyen rajta. Jó is lett. Jobban érzem magam benne, ez a lényeg, nem? Meg ti is jobban érzitek magatokat, én tudom. Mert mindenkinek tetszik, nem lehet innen kidobni az embereket. De komolyan. Sárkány miért van hanyat? Hát ez egy 3D sárkány, ez így megy, és ott a fejedre kakál. Jó, de hát a hátán vannak ezek. Ez egy 10 méteres sárkány. Igen, mert így, a sárkány így megy, ugye, itt fölfele megy, ott átmegy a plafonon, itt kijön, és aztán ott jön ki a másik oldalon, a másik szobába, és akkor ez. Kicsit elrontották, nem értették, akiket csináltam, és időnként segítettek. Na, az lett a baj. Amikor segítettek, nem értették, hogy én mit akarok, és segítettek. Na, akkor baj lett bőle, úgyhogy nem ilyen sárkányt akartam csinálni, sokkal jobban, de mindig rohankáltam dolgozni, akkor még ilyen heti 5-6 városba kellett elmenni. Hetet. Nagyon sok. De úgy, hogy Nyíregyház, az a Szombathely. Tehát nagyon durva volt, össze-vissza kellett járni, mint a zsidóval fájdalom föl alá. Cikáztam állandóan, és de jó volt, mert elindult egy folyamat. Ez a folyamat most már láthatóan működik. Úgyhogy
elindult. Mert igazából csak arról van szó, hogy nem vagy te ide kényszerítve, érted? Ide jöttök, mert valamit hallani akartok erről is. És ez egy működő rendszer. És ez a fontos az egészben. Én nem akarlak téged rábeszélni, kezdj el gondolkodni, és akinek mondjuk már mérnöki tudása van meg, mit tudom én, azért az már úgy érzi, hogy ilyet hazudni nem lehet. Ilyen komplexet nem lehet hazudni. Lehet itt-ott hazudozni egy valamiről, de ilyen komplexet nem lehet hazudni. Hogy mindennel stimmeljen. Mert például a nyelvészettel, meg mindennel is stimmel. Vagy a vallásokkal. És minden világvallásra stimmel. Tehát mi nem vizélünk, cikkornyázunk a Koránra se, mert tiszteljük minden Isten által küldött üzenetet tisztelünk. Pont. Érted? Mindegy, hogy kinek, melyik nép megküldte, az mind az Isten üzenete. Hát most mit kell ezen variálni? Az egyiket 5000 éve küldte, az másmilyen, mint amit már később küldött. Hát csak ennyi, mert más változott a lakosság, változott a felfogás, voltak, akik tanultak, voltak, akik lehűltek, és akkor megpróbáltak egy olyan népet kiválasztani, aki valamennyire értette. És akkor lediktálták neki. És hát ugye ezek a szövegek is kódszövegek, nem? Ezek nem direkt kell érteni. Mert direkt értik az emberek, abszolút közvetlenül, direkt akarja elolvasni. Tehát ment és letaposta a vetést, a rohadt. Szóval így próbálja érteni. Mert paraszt lélek is azt mondja, hogy aki a vetést letapossa, az egy rohadt szemét, meg kell az így gondolkodik, mert a munkáját letapossa egy hülye. Áthatja rajta a birkanyáját, vagy amit tudom, micsoda az ő búzáját. És akkor letapossa. Szélesen letapossa. És kárt okoz neki, nem lehet behajtani rajta, mert agresszív, meg hülye, meg ezért. Ilyen van. Kivágtak minden, a feleségem falujánál minden gyümölcsfát kivágtak, mert útjában volt a birka nyájnak. Szóval, és nem az ő telkén vágtak ki, hanem mindenkién kivágtak ki, úgybe esett. Ilyen tanyasi telkeken kivágtak, egyszerűen kivágtak az összes gyümölcsfát. Jó termő, finom gyümölcsöt termő gyümölcsfát volt. Kivágtak, mert a birka megette és hasfájást kapott tőle. Érted? Hát talán ne arra terjed a birkát. Igen, így működött. Ez most is így működik. Tehát ott is van ilyen aki gátlástalan idióta. És régen nem voltak ilyen gátlástalanok. Tehát voltak köztük, de nem ennyi. Most nagyon sok a gátlástalan. Csak egy dolog érdekli, ami neki fontos. Ami neked fontos, azt leszarja. És ez nagy baj. Ez nagyon nagy baj. Ma ez az önzés nagy divat. Nagyon nagy divat. Na, van-e valami kérdésed? Parancsolj. Az ökoszisztéma melyik ugye magát fenntartani? Most megnyírtják a fákat. Igazából ez egy ehető díszlet. Kapcsolt fel a két felső kapcsolat, légy szíves, ott a hat felső kettőt, igen, köszönöm szépen. Elég gyenge egyensúly, ami most éppen. Mit? A földön nagyon gyenge az egyensúly. Hát nem olyan gyenge, mert nem mindenhol írtottuk ki még az őserdőt, még azért van, de a gátlástalanság és a hülyeség az mindig szedi az áldozatait. Ugye, mert hogy az őserdő az egy rossz termőtalaj. Fölégetik, akkor 2-3 évig ott lehet valamit termelni, az már szar az egész. Akkor megint fölégetnek egy nagy terület, ott termesztenek valamit, ezt így csinálja. De az oda még év ezred alatt nő vissza úgy. Tehát az nem nő vissza. És itt kezdődik a baj. Tehát a vegetációt kiirtja, és ő elégedett magával, mert ő megtermelt a szójáját, vagy a mit tudom, micsodáját. Tehát valami egész durva, és az államok meg a kormányok a rakásztar kategóriába tartoznak. Tehát nem szabadna engedni, hogy ezt csinálja bárki is. És ha észreveszi, hogy valaki ezt csinált, akkor baromtatóan megbüntetni. Baromtatóan, mert az őserdő nem az övé. Még akkor sem a fölégeti, nem az övé. És hanem az államé mondjuk. És ezt egy dologgal lehet kiváltani ezt a hülyeséget, például, hogy megvásárolod az őserdőt, és megvéded. A saját őserdődnek megvéded. Ott te nem vágsz ki semmit az őföldet. És akkor így meg lehet védeni. Vagy ha megpróbálkozik vele, akkor nagyon durva háborúba kezdesz vele. Kész. Ez csak így működik. Másképp nem működik. Az agresszió csak agresszióval lehet kioltani. Én a szeretetre jobban szavaznék. Szeretettel megállítani, megbeszélni. Sokkal jobb lenne. A hülyéknek hiába beszélsz te akármit.
Akár. Teljesen. A hülye az hülye. És nincs mese. Nem tudsz mit csinálni. Tehát agresszív és hülye ráadásul. Tehát, és a hülyeség szorgalommal párosul, az a legveszélyesebb. És bizony sok helyen igen. Nézd meg a Schulzot. 8 általános meg van. 8 általánosan meg is van neki. És most már külügyminiszter lesz Németországban. Most nem tudom, hogy hány nyelven beszél egy külügyminiszter. Lemondott róla. Biztos megmondták neki, hogy be fogsz fürödni apukám, mert még németül se tudsz rendesen. Úgyhogy helyesírni se tud, meg ezért. Hát ez van. Úgyhogy beerőszakoskodta magát, hát az egy ilyen főgengszter. Beerőszakoskodta magát már ott. Mindenfélében beerőszakoskodta magát. Hát azért ez nagy baj. Nagy baj. Európára nézve is nagy baj. Nagyon nehéz lesz itt leküzdeni ezt a trójai hadsereget, amit már behoztak. Behozták a trójai hadsereget. Behozták. Egyértelmű. És az, hogy nincs nála fegyver, az csak egy meskete. Mennyi dolog tudnak ezek fegyvert szerezni? Na, mit gondolom? Fél óra járásra. Fél óra járásra? Úgy van. És kész. Ezek olyan harcedzett palik, látszik az egésznek a mozgásán, ahogy itt néztem őket, meg beszélgettem velük. Ezek katonák. Beszélgettem vele angolul. Hát, ezek katonák. Ezek nem ilyen tejbetökök, ezek kőkemény harcosok. És ezek zsoldosok. Csak civilben vannak öltöztetve. És eljátszák itt neked az agóniát, meg a menekültet, meg levarja a száját 3 öltéssel, ilyen nagy. Hát adnak neki, mit tudom én, 10 000 dollár, levarod a szádat 3 öltéssel, 10 000, épp az, hogy levarod. Mert ezek katonák, nem ilyen nyánylák, hogy nem merik átszúrni a szája szélét egy kis tűvel. Hát, semmi. Azért levarta a száját, hogy a filmeken ilyen nagy handa-banda legyen, tudod, hogy nem eszünk, és nem iszunk, és mely, vah. Tehát ilyen handa-banda. De közben nehogy már, ha levarja a száját, nem tud egy szívószálon akármit beszívni. Csak mit tudom én. Nem? Kólát, tejet, bármit tud, nem? Nem fog élni. Hát nekem össze volt drótozva egy hónapig a szám, és... És itt vagy, ugye? És itt vagyok el. Milyen szép lehettél. Ja, hát az volt a legrosszabb, hogy nem tudtam beszélni. Az a lányoknál katasztrófa. Az aztán. A fejlett beszédközpontjukkal, az nem katasztrófa. Mert hogy a lányoknak fejlettebb a beszédközpontja, az nem is lett kétséges. És ez nem baj, hogy így van, mert ha nem ilyenek lennének, ott tenné meg a fene az egészet. Unalmasak lennének. Így mindig adnak kalandot. Mindig adnak. Nem unalmasak, ugye nem, fiúk? Eljel, annyira nyárnyil a nőket akarsz, dehogy is. Hát kell vele harcolni, meg miért? Nem baj, nem baj. Jó az, hogy ilyenek. Aztán kész. Ameddig nő a nő, és férfi a férfi. Azon túl már az egész egy nagy hülyeség, szóval azt már felejtsd el. Jó, hogy vannak ilyen perverziók. A legjobb verzió a perverzió. Igen, de hát azért ebből ki kéne nőni. Szóval ki kéne nőni. Ott is arról szól a történet a legtöbb esetben, tehát mindig azt próbálják genetikailag akarják bizonygatni, hogy genetikailag buzi. De nem. Nem, ez a nemi érés korszakában van egy nagyon veszélyes zóna. Az a igaz, a tinédzsereknél van egy ilyen homogén, vagy homoszerelmes zóna a haverjaddal, vagy a barátnőddel. Ugye volt ilyen, hogy súgva, bugva mindig együtt voltatok a barátnőddel, akit minden súgtatok, bugtatok egymásnak, és állandóan, tehát ment ez a izé, ugye? És ez teljesen, mint a szerelmes, olyan tud lenni. Szóval volt olyan fiam a haverjához, nem engedtem el, és meglógott 5 perce valahová boltba lement, futva elment a haverjához, a büdös francba egy kilométerre, meg visszajött futva, mert ő akkor is találkozni akart a barátjával, és csak azért is. Érted? Most semmi, csak kezet fogtak, szóval nem volt semmi, mert rögtön jött vissza. Csak hogy erről szólt az egész történet, hogy mint a szerelmesek úgy vannak egymásban, lányok is, fiúk is. Tehát van egy ilyen buzi korszaka, mindenkinek van. Mert ugye még először gyáva vagy a másik nemmel kezdeményezni.
Hát a nem gyáva az aztán mindenhol megél, úgyhogy azt hozzáfűzöm, hogy a rendes, hogy mondjam, a rendes fejlődésű gyerek már óvodista korában a pisi pogácsát csinálja a lányokkal, ugye? Csináltál? Nem! Nem is vagy te rendes fejlődésű. Persze, hát azért megpisíltettük a lányokat, hogy nézzük, hogy pisil. Hát persze, hát ez ilyen ravasság volt. Homokot, a száraz homokot le kellett pisálni, hogy a sütő formával lehessen ezeket csinálni, süteményeket, ugye? Ez így működött. Sokan, látom, a sokaknak a fejébe felszaladtak a képek erről. Igen, ez jó volt annak idején, nagyon jó volt. De nagyon izgató volt. Tehát, ha nem, nincs már benne dobodás korodban meg ez a szerelemre való készség, akkor egy lükebóka vagy. A fiam ilyen, mennyi lehetett, ilyen 5 éves. Kim voltam vele itt a Florián téren, egy nagyon szép kis formás, bögyös anyus, ilyen 16 év körüli két csaj ült. Egyből az egyiknek belevágta magát az ülébe. Rájtotta a cicéjére a fejét. Nem merte a csaj ledobni magáról. És akkor odaértem, mondom, na gyere, Berci, gyere. És akkor mondom, hogy miért ezt a lányt, ennek olyan jó cicia van. Na most volt 6 éves. Gyerekek, ez az egészséges fejlődés. Nem az, hogy még 18 évesen sem tud semmit semmiről, hát az egy ökösség. Mi megnéztük a cselédlányokat, meg a bakákat a háztetőről, hogy dugnak, érted? Így. Jóckerben nőttem föl, volt ilyen fatelep, és onnan néztük, lestük, hogy kell ezt csinálni. Na most ettől kezdve nekünk nem voltak ilyen problémáink, hogy hová kell dugni, mit kell csinálni, nem volt problémánk. Anasztázia kezdjen el pisilni, hogy tudjam, hogy merre orientálódjak, mondja az Arisztot. Persze, de hát ez is ugyanilyen. Tehát nincsen, hogy mondjam, nincs vér a pucájában itt most más srácoknak, nagyon nincs. Nem azt mondom, hogy senkinek nincs, de azért, szóval nem nem azt jelenti, hogy valaki férfi, hogy mindenkit megvel az utcán, mert azt is képzelik néhányan, hogy erősnek kell lenni. Ez egészen addig tart, még egy emberére nem talál. Egyszer a iskolában én tűrtem mindig, amikor aláztak össze-vissza a gimibe, azt egyszer nagyon berágtam. A iskolában volt egy csávó, az egy kézzel föltette a 80 kilót így. Szóval olyan gyerek. Ó! Hát mi a 30 kilót két kezzel majd beszartunk, mire fölnyomtuk ezt. Meg fölnyomta izét a haverommal, 30 kilóval néhányszor meg tudtuk emelni, de 30 kilót, nem ám a 80-at. Meg se tudtuk idáig emelni. Hát az nehéz volt. Aztán egyszer nagyon berágtam, mert rettenetesen segbe rúgott, csak úgy pleknivel. Föláltam és úgy megvertem a csávot, de olyan mértéktelenül megvertem, mindenhol vérzett, füle, orra, mindene. Elrohant az igazgatóhoz, hogy megvert a Kisfaludi. Az meg kirőgte a belit. A Kisfaludi. Tényleg? Na, hát egy ilyen kis színege csödör voltam. A Kisfaludi megvert. Na jó van, menj a fenébe. Az összes tanár ezen röhögött, mert tudták, hogy milyen agresszív a gyerek. És attól kezdve az egész, én tartottam rendet ott a folyosón. Ilyen futkározás nem volt, meg mit tudom én. Ha szóval valaki ottan eszetlenkedett, akkor így kellett csinálni. Jó van. Szóval, mert hogy nem tudták, hogy tudtam megverni, de nagyon megvertem. Azt látták, mert véres pofával ment meg minden. Az osztályfőnököm is röhögött, azt mondja, jó volt, már kiárt neki. Igen, mert tényleg kiárt már neki, mert mindenkivel szemétkedett, mindenkit megpróbált megalázni, ilyen nagyképű gyerek volt. Aztán utána, és erős volt, de úgy látszik, hogy verekedni nem tudott. És hát ez így működik. Nem, így működött. Megleptem. Hát én a csokoládégyárba jártam le boxolni, meg izémet, persze. Csak ezt ő nem tudta. És akkor mocskosul megpakoltam a gyereket, hogy na elég volt. Most elég volt. És akkor ennyi. Mert ilyen űrhajós kilövéseket játszottuk, bezártunk valakit a katedra alá, és akkor ráültünk a katedra tetejére, és akkor rugdostuk a Furmér katedrát, az volt az űrhajós kilövés, őrült dümörgés volt a rugdosástól, ilyen Furmér katedra volt, zörgött, mint az állat, mint a dob. Hát ott, ilyenek voltak, de el voltunk. Találkoztam az érettségi találkozón, többször is megrendeztük most egymás után, évente is.
mert már olyan kevés öreg úr van még, de jó bírák magukat. És érdekes, hogy csak azok voltak a valamire valók, akik annak idején is. Tehát azok vagányabbak voltak, nem biztos, hogy jó tanulók, de vagányabbak voltak, pörgősebbek voltak, és azok most is azok voltak. Még öregen is. A többi az ilyen öreg volt. Néztem, ki ez a sok kripli. A másik osztályban nagyon sok kripli volt, mert kétszer jártam negyedikbe, mert lehülyéztem a magyar tanárt. Hülye volt, de és akkor kétszer jártam negyedikbe, öt tárgyból megbuktatott, az összes haverjából megbuktatott. Azt már nem lehetett pótvizsgázni, vagy mit, öt tárgyból nem lehet. Mindent elkövetett, hogy kinyerjön. Sőt, még az érettségi bizonyítványba is belepofázott az 5-ös, 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 4-es, 4-esre érettségiztem, és 3-as, 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 2-es, 2-est osztottak ki. Sírt az osztályfőnök, nem? Tehát ilyen szemétláda volt. Aztán a sors megcsinálta neki. Nézd, az van, hogy hiába minden, ha van benne egy spiritus meg élet, akkor megérsz, ha nincs benned, akkor nem. Tehát éppen arról szól a történet, hogy bárhová kerülsz, meg kell tudni élni. Bárhová kerülsz. Nem a komfortzónádba lötyögni, hanem a bárhová kerülsz. Na, az a nem kis dolog. Hogy bárhová, tehát idegen országba bárhová kerülsz, és nem lecsúszni, az a másik. Tehát nem mindjárt a lányok ide, takarítőnőnek vagy kurvának akarnak állni. Szóval ez a két megoldás van. Tessék észrevenni. Hát én észrevettem. Miért? Mert van neki, mit tudom én, egy diplomája. De olyan zokni agyilag, hogy nem képes fölpörögni ezt a dolgot. Nem tanult nyelvet, nem is akarta, meg nyenyenye. Nem szeret ezen a nyelven beszélni, meg nyenyenye. Ezt csinálták. Ja, aztán akkor ne csodálkozzon, hogy ilyen takarítom összínvonalon érte az életét. És végig úgy érte. Pedig lehetett volna jó élete is. Én nem tudom, én akárhova mentem, mindenhol a legfelső körökbe voltam egy perc alatt. Halálkomolyan mondom. Más országokban is. Tehát mindjárt a legfelső körökbe voltam. És még nem tudták, hogy ki vagyok. Még be sem mutatkoztam, hogy Kisfaludi, már ott voltam. Mert a Kisfaludi családról azért tudja azért az európai felső 10 000, hogy az ki, milyen család. Tudja. Azt hiszed, nem. Tudja. És az a lényeg. Én nem ebből akarok dicsekedni, hanem csak arról van szó, hogy talán csinálni kéne a dolgokat. És amikor valaki nem tudja csinálni a dolgokat, akkor hülyeségeket csinál alomra. Akkor elkezd bánatába inni, meg hát tudom én, nem abba az irányba kell menni, hogy még jobban lecsúszál. Mert ez egy ilyen proletár megoldás, hogy minden nap berúgsz, mert úgy el vagyok keseredve. Hát ez nem megoldás. Ebből így nem fogsz kimászni a gödörből. Az a nagyon érdekes, ha valahová te odamész, bármilyen országba odamész, minden attól függ, hogy milyenek a reakcióid. Hogy nézel vissza, hogy szólalsz meg, minden attól függ. Akármilyen ruhába lehetek, akármilyen, akkor is tudok úgy visszaszólni, akkor is a felső 10 000 közé sorulnak be egy pillanattól. Tök mindegy, mi van rajtam. Mert tudsz egyfajta fellépést, és ez benne a lényeg. És teljesen mindegy, milyen nyelven, mit kell csinálni, meg kell tanulni legalább 30 szót indulásból, bármilyen országba kerül, mindjárt 30 szót, 40-et meg kell tanulni. Gyerekek, azt egy nap alatt meg lehet tanulni, egy kicsit igyekszel. És attól kezdve, amikor bemész egy boltba, és azt mondod ott, hogy jó napot kívánok, azon a nyelven, akkor mindjárt másképp néznek rád. Mert erről van szó. A magyarok hangosabban kezdenek kiabálni, mint a hülye. Mint a hülye. Ilyen esetben láttam Rómában, láttam Németországban, láttam Svájcban, láttam mindenhol. Onnan tudtam, hogy ott egy magyar, hogy ordít, mint a fába szorult féreg. És szatyor van a kezében. És szatyor van a kezében. És ordít, mint a fába szorult féreg. És akkor oda mentem, hogy most mit kiabálsz, mondjad már, hogy mi a bajod. Nem mondja ez a hülye, nem mondja. Hát mondom, akkor talán mondjad neki, hogy mit kérsz. És akkor ordítva mondja neki, hogy pirosat. Hát mondom, figyelj, pirosat, ne azt mondjad neki, hanem rosszó például. És akkor majd mindjárt pirosat fogadni. És akkor mondom, rosszó prego. Va bene, mondja az olasz, és már hozza is a pirosat.
Csak itt kezdődik, hogy tahó, a végtelenség tahó, és még beképzelt is az idiótája a tahóságára. Tehát úgy képzelje, hogy túl kell ordítani, mert ott mind süketek vannak, azért nem érti. De azért vedd már észre, hogy, hogy a némáknak hívták a németek a cseheket. Azok nem tudnak beszélni. Komolyan. Úgy nevezték, hogy némák. Mert ez ugyanaz a beképzeltség, de teljesen ugyanaz a hülye idióta beképzeltség, mert hogy nem tud németül. Ha nem tud németül, az nem tud beszélni. Mert egy beképzelt nagy arcnék volt. Mert hatalmon van egy pár évszázadig, akkor már nagy arc a végtelenség. Nézd meg az angolokat. Nem azt mondja, hogy Jeruzsálem, hanem azt mondja, hogy Gyure Szalám. Ugye? És én meg azt mondom, hogy Sakespeare. Hát nem hiszem, hogy ezt kéne nekem reagálni. Hát itt vannak a lényegek, hogy ez együgyűsége, amit csinálnak az emberek. Tehát ha valahol én bementem, és minden rendben volt. Tényleg. Volt pénzem, nem volt pénzem. Akkor is. Én megmutattam a haverjaimnak, hogy egy huncut fillér nélkül elmegyek az éjszakába, reggeli mulatok, egy huncut fillér nélkül. És reggeli mulattam. Mindig jött egy balek, aki fizetett nekem, de ő hívott, tehát nem, oda jött a balek, a nagyfőnök oda küldte a balekot, hogy na itt a balek, mennyi borozni. És akkor elmentem vele borozni. Érted, mert én tudtam, hogy hol vannak éjszaka nyitva, mit tudom én, hát ezeket én tudtam, én régi budapesti csivész vagyok, tudtam, hogy hol van, hát most már másképp vannak nyitva, de akkor még tudtam nagyon jól, hogy melyikbe érdemes elmenni, hol van lecsúszott közönség, hol van jobb. És akkor oda láttam, hogy milyen színvonulú a pali, akkor oda vittem. És jó volt. És nem kellett nekem tarhálni meg. Nem, semmi. Ő jött oda hozzám, hogy elvinni engem, fizetek mindent neked, csak elvinni engem egy kicsit a városban. Mondom, persze. És akkor elvittem. És akkor fordítottam neki, mert tudom én. És akkor rendben volt. Tudtam rendelni, tudtam beszélni a pincérrel, hogy mit akar. És akkor minden rendben volt. És ez tényleg így van. Ha egy kicsi műveltség van benned, akkor nincs probléma. Az a baj, hogy nincs műveltség. És egyre rosszabb lesz ez a helyzet. Beképzeltség az nő, de a műveltség az csökken. Úgyhogy itt kezdődik a baj. A Földön a tudás mennyisége állandó, az emberek szaporodnak. Úgyhogy... és ezért az egyfőre jutó ész az egyre kevesebb és kevesebb lesz. És ez nagyon látszik. És ugyanilyen beképzeltek ezek az arabok is, akik idejönnek. Majd tessék észrevenni. Lerúgják az európaiakat a lépcsőről, meg mindent. Beképzeltek. Ezek ilyen, ki ez a seggfej? Túl, lerúg a lépcsőről. Ha nem figyelsz egy pillanatra. Mert nekem jók a reflexeim, hogy időben félre szoktam ugrani, hogy jövessen le a lépcsőről. Én nem bántottam. Csak ki kell várni az utolsó másodpercet, vagy tized másodpercet, és akkor félre lépni. Hogy puf, megy le a lépcsőn. Mit csinál ez itt? Na hát lehet. Így működik. És tényleg így működik. Csak, hát hogyha ilyen alvatt adja a mászkálsz, és ilyen sehol se vagy jelen, hát akkor azt csinálnak veled, amit akarnak. Mindig is így van. Tehát a reflexből kell mindenre reagálni. 74 éves vagyok, és olyan reflexből reagálok, gyerekek, hogy hajaj. És nem biztos, hogy bántani kell valakit is. Ha időbe félrelépsz, és neki szalad a falnak melletted, az már az ő dolga. Tudod? De tényleg, úgy neki tudod vezetni a falnak, mint annak a rendje. Tehát így működik a világ. És passzívan is lehet. Ő magát készíti ki, hát a pofával neki szalad a falnak, hát az kellene. Kicsit a plezúr legyen a pofára, hát Istenem. Van is ilyen harcművészet, ami ezt használja. Na én ezt a harcművészetet művettem, igen. Pontosan. Igen. És hát hívtak ide ilyen hogy mondjam, elméleti oktatónak a harcművészeti, a csí meg a ki erőről, hogy tartsak nekik előadást, mondjuk tudom én. A válogatott. Jó. De aztán nem került rá sor, de szó volt róla, hogy már hívnak. És hát ugye nagyon sokáig csináltam a honvédségnek, meg a rendőrségnek is jártak hozzám para dolgokat tanulni. És működtek a dolgok. Megmutattam nekik, hogy működik. Na, az attól kezdve nem az, hogy elhittem, meg átvertem, de hogy abszolút működött. Láttok.
És akkor látja, hogy működik, akkor ő már nem kell győzködni. Én nem akarok ezzel semmilyen előnyt szerezni, semmilyen hátrányom nincs, kész. Ja, hogy te ezt most így gondolod, de az a te dolgod. Tudod, amikor ez ugyanolyan, mint ha időbe félreugrasztottál, jól van. Úgy kell csinálni, hogy futsz valaki előtt, és hirtelen lemész négy kézlábra például. Amikor nagyon begyorsítottad már az illetőt, egy tized másodperc alatt lemész négy kézlábra előtt. Tehát az olyan mérhetetlen nagyot esik pofára, mert átbotlik rajtad. Te jól le kell támaszkodni, kajakra le kell támaszkodni, de az át fog rajtad repülni, mert nem tud megállni. És akkor átesik, és persze így landolt. Te nem bántottad. Azt, hogy legugolok, hát akkor gugolok, amikor akarok. Egyszer volt egy nagyon kedves természetgyógyász doktornő barátnőnk, és még megvan, él még, és akkor ezt nagyon támadták valamiért. Nagyon támadta. Valaki nagyon-nagyon támadta. De egy nagyon aranyos, jó lélek volt, szóval nem volt ez gonosz, meg mit, jó lélek volt. Gyurika, segíts nekem, mert éjszaka nem hagy engem békén, és állandóan támadnak is. Nem jó van. Éjjel 2002-kor csörög, megcsináltam neki, ide jött, azt megcsináltam neki a védőrendszer. Ez egy ilyen vissza a feladónak védőrendszer volt. És ilyen parabolák forogtak körülötte, ami a feladóhoz visszatükrözte, akár honnan lövöldözött, oda visszaküldte a feladónak. És ennek van egy tízszerezős változata, az már majdnem halálos az illetőre. És az úgy olyat odavág neki, hogy még egyszer nem próbálkozik. Ha nem hűl bele. Tehát amilyen gonoszságot talált ki, azt megtisztelezi. Érted? A gonoszságot tisztelezi meg. És meg lehet csinálni. És ezért aztán én ilyen parasikon, én nem félek. Volt olyan, hogy volt ilyen kollega kísérletezett rajtam, hogy milyen erős vagyok. Ilyen jó parafenomén. Azon kísérletezett, hogy én milyen erős vagyok. Olyanokat oda dörgött már, vagy hármat, hogy kezdtem unni. És akkor mondtam, hogy most ezt hagyd abba. Nem hagyta abba. Negyedszer is oda dörgött egyet. És erre visszalőttem egy olyan bazinagyot, hogy a palit székkel együtt elvitte, és egy ilyen kis, ez egy ilyen kongresszus volt, és ő hátul ott manipulált. És akkor erre egy kis csaj fölött elsuhant ez a lövés, aztán alig bírtuk föltámasztani, mert szerencsétlen szívrohamot kapott, mert olyan erős elment, csak megcsapta a szele. Hát a parafenoménnek nem lett semmi, vagy székestől hátra szuszott, és ez már jó. Semmi, ennyi volt. Nem bántottuk egymást, én mai napig is jobban vagyok vele, nincs semmi. Csak próbálkozott velem, mondom, jó van, hát meg akarsz ismerni, megmutatom. De én nem akartam vele semmit. Ez az akadémia épületében volt éppen. Az NTA-nak a Úri utcai épületében volt. Egy ilyen előadó terem van ott, és ott volt egy előadásom. Nagyon érdekes volt, mert volt vagy öt öreg akadémikus, akik már nyugdíjasok voltak, de annak nagyon tetszett, amit mondtam. Pont erre gondoltam, jaj, de baromi jó, szóval. Igen, mert ott már neki nincs vesztenivalója. Nyugdíjat nem veszíti el. Mit? Nyugdíjat már nem veszíti el. Nyugdíjat már nem veszíti el, így van. És akkor úgy el van. És ez volt a lényeg. Azok már azt mondták, hogy jó. De nem mondta mindenki ott se. Aha. A fiatalabbak azok próbálkoztak kötözködni. De nem baj. Hát, ha nem vagy vitaképes, akkor ne is kezdjél beszélgetni. Hát, ha vitaképes vagy. Tudod, én tőlem teljesen mindegy, hogy biológus jön, fizikus jön, kémikus jön. Én tudok neki olyat mondani, amitől mindjárt dob egy hátast. Azt már észrevettétek, ugye? Tehát olyan dolgokra is elmondom a magyarázatot, amire soha, sehol, senki nem mondta el. Én elmondom a végét. Nem a Földön tanultam, ez nem földi tudás. Csak amire emlékszem ebből, mert ki volt, hogy mondjam, ki lettem én törölve, de nem lehet másképp a Földre visszajön, csak kitörölve. Ki lettem én törölve, de azért én, mivel lélekprogramozási professzor voltam 20 évig, ezért én pontosan tudtam, hogy hol vannak azok a nem user területek, amire be lehet valamit írni, egy kódolt eljárással, ami kibontja magát, ilyen önkicsomagoló, zip, és akkor egy valamilyen dátumhoz eseményhez, hogy jövőmet én ott láttam, és akkor valamilyen eseményhez hozzákötöttem, hogy ott fog eszembe jutni. Az volt a marker. Igen. Az volt a marker, igen. És működött? Az indította el a folyamatot. Így van, így van, így van.
Hát sok, de minden nem tudtam elhozni, de azért, hogy mondjam, a Prometheus elhozza kicsit az Istenek tüzét, és az jó. Az jó, mert gyerekek, olyan leragadt az egész tudományom, mint a fene. Be van dögölve. Tehát már ilyen mindenki csak hősködik, meg egymást fúrja, meg faragja, meg... Amikor a KFK-inak a vezérigazgatója azt mondja, az én kollégám azért dolgoznak, mert nagyon utálják egymást, akkor ott baj van. Nem kis baj. Ott nem kis baj van. Mert hogyha utálják egymást a kollégák, akkor képzeld el, milyen teammunka van ott. Fúrják, faragják, utálják. Hát ez nem jó. Tessék meg. Ez az asztrálfűrész, ez hogy indítható? Mit, melyik irányba és... Így most már be van zárva. Most zárva. Nyitva kell indítani. Tehát nyitva indítani. Igen, fölpörgeted, így. És akkor fölpörgetted, de előtte, így ebbe az állapotban fújt föl fehérre magad, utána hirtelen húzd vissza, és utána zárd le. De már gondolni kell az asztrálfűrész pörgésére. Ha erre nem gondolsz, nem indul el. És ugyanígy kell kinyitni, és ne felejtsd el kinyitni. Tehát a klaustrofóbiás leszel a saját klotyodban, az azért van. Érted? Mert ez az a probléma. Ott klaustrofóbiás leszel, nem tudod, hogy mi bajod van. Mert ilyen nagyon bolondokat, akik ilyen nagyon szellemek nagyon megszállták, úgy védtem le, hogy rátettem egy asztrálfűrészt. De mondtam, hogy egy hónapon belül gyere vissza, mert baj lesz. Nem jött vissza, baj lett. Mert nem jött vissza. Mert miért menjek jön vissza? Hát azért mondtam, hogy azért kell vissza, hogy levegyem róla. De neki tetszett az elején, azóta nincs támadás, és akkor miért jön le vissza? Levenné, de ahogy is akkor. Na de akkor már bajok kezdenek lenni. Csak azért mondtam, hogy hónapon túl lesz magadon hagyott, akkor már baj van. Általában nem kell magadon hagyni egyáltalán. Tehát amikor támadás van, vagy szokott támadás lenne, elindítod, vagy érzékeled, hogy valaki hókusz-pókuszol, akkor elindítod, és akkor vissza a feladónak olyat is lehet csinálni. És akkor vissza a feladónak, akkor visszakapja a budúzását, vagy a mit tudom, csoda. Tehát a bábút tökönszúrja, és ő érzi. Abban a pillanatban. Érted? De téged akar vele gyötörni, de működni fog. Működni fog. És akkor vissza kell a feladónak küldeni. És ott csak arra gondolok, hogy... Ezek elementálok. Tehát legyártasz egy elementált, ami egy megvalósulási halmaz. Az elementál egy megvalósulási halmaz. Tehát kitalálod, hogy mit csinál ez a szar, ez a gombóc, mit csinál. Mit kell neki csinálni? És akkor azt csinálja. De vigyázzat, mert ez ugyanolyan veszélyes, mint amikor valaki azt mondja, hogy a fene egye meg, de nem címzi meg. Kit egyen meg a fene? Ha ő fejére hullik vissza. Mert nem írt rá feladót. Vagy a izét. Címzett. Nem írt rá. Se feladót, se címzett. Egy darabig kóborol ez az átok, aztán szépen visszajön. Feldobják barna, leesik, csupaszar a pofád, mi az? Visszajön egy időm a saját fejedre. És ha valaki ezt mondjuk a felsőbb rendszerek felé címző, mert valaki egyébként pont úgy káromkodik, hogy itt a vízben ezt csessze meg azt csessze meg, akkor... Ez még a kisebbik baj, hogy lefőtolhatod az Istennel a gatyáját. Ez a kisebb, szeretnek az Istenek dugni. Tehát nem, ez még a kisebbik baj. Hát azért nem bírja állandóan, mert ha nagyon sokan mondják, akkor megállás nélkül húzgáljuk fel. Áramot lehet vele termelni, annyit rángatja. De... Igen, de hát az nem olyan káromkodás, annál sokkal durvább is vannak. Tehát ha sértegeted az Istent, ne csodálkozz, hogy egyszer csak szarba találod magad. Ne csodálkozz. Egyszerűen ne csodálkozz. És nem hiszek az Istenbe, az is szarba találja magát, aki nem hisz benne. Tehát az tök mindent, hogy ő hisz benne, vagy nem, az tök mindent. Mert ő is Istenből van, és az Istenre van fölfűzve. Akár hisz benne, akár nem. Nincs jelentősége. De a büntetést azt megkapja ugyanúgy. Hiába nem hisz benne. Nincs is. Majd meglátjuk, hogy van-e. Volt ilyen hogy ilyen rajz, ilyen humor, hogy a Pali üvölt, hogy nincs Isten. És erre az Isten azt mondja, nincs Gézu. Igen, nincs Gézu. Nincs Isten, jó van, akkor nincs Gézus. Ilyen. Most gondolj bele, hogy itt a Földön 7 milliárdnál is több ember van. Egy Gézusval kevesebb, több. Ha csak nem valami nagyon nagy
tudósa a világnak, akkor nem kár érte. Ugyanolyan, mint az összes többi. Az, hogy állandóan káromkodott meg, ezért, ha, megérdemlem a büntetését, kész. És meg is kapja. Megkapja. Volt olyan haverom, aki állandóan káromkodott, és mondtam neki, hogy ne csináld apukám, mert baj lesz. És baj lett. Mondtam neki, hogy baj lesz. Mondtam neki, hogy jó van, mert rákot kapott, hirtelen, nagyon gyorsan rákot kapott. És erre fölmondtam, hogy gyere, meggyógyítalak. Neki nem kell, mert most 100%-olták le, és akkor jó lesz neki, és akkor mondom, jó lesz. Azóta már légy alul rossz a gólya, Zibolya. Jó lett neki. Jó haverom volt ilyen fiatal sráckoromban, jó haverom volt, de hiába volt minden, ő neki meg volt az elképzelés a világról, jó, hát ilyen. Nem lehet erőltetni ezt. Senkit nem szabad rá erőltetni. Mert vannak vallások, akik kényszerítve próbálnak téged egy valláson ráterelni. Igen, vannak. De az nem jó, hát az nem visz sehová. Amikor megérted. Ugye itt amiket itt megtanultunk, amiről itt beszélgettünk, ott jól lehetett látni, hogy minden vallás belefér, minden. Ez hol a Védák könyvéből idézek, hol a Bibliából, egyébként a Koránból is ugyanúgy lehet idézni. És a Korán az tulajdonképpen ugyanaz az Ádám, Éva, Egyiptom, ugyanaz a szöveg. És ugyanúgy van a végén az Apokalipszis, mint a minden. Ugyanúgy, az a Korán. Csak nem olvasta senki és fikázik. Ez jellemző egyébként. Fogalma nincs, hogy mit nem akar, de nagyon nem akar. Hát talán először olvasd el, és ha nem tetszik. De bocsánatot kérek, anélkül, hogy egy sort olvastál volna belőle, mit ugatsz? Hülye vagy? Hát akkor mit ugatsz össze-vissza? De tessék megnézni, mi van benne. Olvasd el, itt van, ha valakit érdekel, akkor itt van a Korán, tessék, el lehet olvasni, ott van. El lehet olvasni. Ismerem a fordítóját, aki egy kádi már, és jobban vagyok vele, mondjuk kétszer ebédeltünk együtt, meg mit tudom, nem is oda. És hát ő is ismeri az én dolgaimat, persze. És ő nagyon az magyar, de jól beszél arabul. És lefordította szépen a Korán. Azonnal kinevezték bírónak, meg mit tudom én. Most a Bécsben a Sharia bíró. Az nem kevés rangám. Nem kis rang. És a Koránban nincsen tiltás, hogy ne fordítsák le? Nincs. Nincs, de ugyanúgy kódszöveg. Ezeket a szövegeket azért csinálják kódszöveghoz, hogy egy minimális ész kelljen hozzá. Egy minimális ész, tehát hogy a hülyék ne tudjanak vele visszajönni. Mert a hülye az mindennel visszajön, minden félre magyaráz, ezért visszajön vele. Nem érti, hülye, és elkezd belemagyarázni, ezt mondani, azt mondani, pogányozni, mindent csinál. Ezt is ugyanúgy össze-vissza magyarázzák más nemzetek, más vallásnak a nevében. Persze, mert egymást úgy akarják legyőzni a vallások, hogy fikázzák a másikat, meg gyalázzák meg, minden van. De közben ezt is az Isten diktálta, az, hogy félremagyarázzák egy csomó hülye arab, aki félremagyarázza, és ha nem kiabálja azt, hogy Allah Akbar, akkor ez nem terrorista. Érted? Tehát mindenki elő az utcán, mint az állat, ugyanaz a muzulmán, de nem kiabáltak közben, hogy Allah a legnagyobb, és akkor, hát akkor ez nem terrorista, mondták a németek. Hát ekkora hülye ökörséget kitalálni sem lehet, de ez mondogatják most. Nagyon, nagyon érdekes. És azt próbálják mindenáron bizonygatni ezek a nyugati nagyhatalmak, hogy hát az nem terrorista. Aki az utcán sitával lő, mindenkit fölmegy a járdára, letapossa az embereket autóval, közé megy a Niccába, a furgonnal, közé megy az embereknek, ahol boldogan sétáltatják a gyerekeket. Voltam azon a sétányon. A Kodda zűrön voltam azon a sétányon. Hát nem utána, hanem előtte. De voltam. Voltunk a izében is a kaszinóban. Monte Carlo-i kaszinóban is voltunk. Igen. Hát nem játszottunk mi semmit, csak bementünk, megnéztük. Jó drága volt a belépő is. De bementünk, megnéztük, kész. Egyszer élünk.
Beiratkoztam ilyen reinkarnációs tanfolyamra. Kurva drága volt, de hát egyszer jön össze. Erről szól az egész. De benn voltunk, hát ilyen 10 euró volt, de bementünk. Csak azért, hogy megnézzük, hogy milyen belülről. Hát ilyen büdös, füstszagú ocska. Én a Káni kaszinóba járkáltam, úgy mentem be 2 hétig, hogy nem fizettem jegyet. Na, egyszerűen úgy olyan fellépésem volt. Olyan fellépésem? A fellépésem, hogy jó, de mert is már nem, álltam meg. Nyitott az ajtót, de nem. Hát hogy nem? Ez az, amikor valakinek van egy intellektuális kisugárzása, igen, akkor simán beengedik, ha nem, akkor 3-4-et vetetnek. Ez így működik. Na, hát a 2 hétig működött, minden nap bementem. Hát én meg bementem a izébe, az agonizált. A csendes ezredeshez bementem a belügyminisztériumban. Egy ilyen lehallgatóval kapcsolatban tárgyaltam vele, és bementem, de nem volt nekem belépő cédulám a kapustól, meg semmi. Mert úgy mentem be, hogy bementem a garázson keresztül, a garázsból semmi izé nincs. Hello! És így mentem tovább. Na, ennyi volt. És másodszor is bementem. De az volt a pláne, hogy utána fölmegyek ehhez az ezredeshez, azt mondja, és hol van a kilépő cédulája? Mondom, nekem olyan nincs. Az nem létezik, olyat kellett, hogy kapjon. Mondom, nem, nekem nincs. Ahogy jött be, ahogy besétáltam. Az nem lehet, olyan nincs. Mondom, késétálok ugyanúgy, késétáltam. Majd mindjárt integetek ott az utcáról. Kimentem az utcáról, integettem neki. Menjek be még egyszer? Menjek be? Jó, bemegyek. Bementem másodszor is. Jaj, ott felejtettem. Ezért bementem másodszor is. Kifele mondtam az őrnek, hogy köszi. Ennyi volt. De nem, semmi igazolvány nem mutattam meg. Semmi. Becsináltam én. És másodszor is bementem az ezredeshez, így. El volt küldve. Hát persze, mert én voltam ő. Hát így könnyű. Mit látott a főnökét? Az őr. Hát nem fog megállítani a főnökét, nem fogja, mert nem kér tőle igazolvány, mert úgy tökörúgja, hogy elszámít a győzelmi zászló. Az ilyen Jedi technika, nincs szükség útlevélre. Nincs szükség útlevélre, Jedi technika, ez így van. Így. És úgy bementem, és nagyon sok ilyen volt már az életemben, hogy simán így bementem valahol, azt jól. De későttem, ahová nem lehet bemenni, soha. Ilyen titkos helyekre, meg mit tudom, én mindenhol bementem. Megnéztem, elgondolkoztam, hogy a kész, és későttem. Az nagyon aranyos, hogy a szőkenőnek van egy kutyája, és akkor a kocsiba bezárja, de egy kicsit lent hagyja, hogy kapjon levegőt a kutya, kicsit lent hagyja az ablakot, és a kutya nyűszít, és akkor csak mondogatja neki visszafele, hogy maradsz, ott maradsz, maradsz. Megy elfele, jön egy pali a kocsiával. Nem kéne behozni a kéziféket? De azt hittem, hogy az autónak mondogatja, hogy maradsz. Ilyen lassú vagy, nagyon, nagyon köszönöm. Az már nagy baj, tudod? Ez már nagyon nagy baj, hogy ilyen lassú vagy, hogy ilyen lassan érted, meg a németek szoktak ilyen lassan. Németek rettentő lassúak. Már azt se értik, hogy miért nincs a télapónak gyereke. Hát mert ott cukor van az acskójában. Már azt se értik. Hát akkor erre mi? Nagyon szeretik a külföldön élő magyarok a hülye vicceimet, mert néha friss viccekkel is szolgálok nekik, és ezt nagyon szeretik, hallgatják. Valamikor még visszakeresi ugyanazt a viccet, és még egyszer meghallgatja, meg még egyszer meghallgatja. Aranyosak, érted? Nem jut hozzá ilyen, tudod? Hol van a nyomkodója? Itt van valahol, itt van. Be van kapcsolva? Be. Már megy is. Na, szóval... Ícsinges ábrákkal vágyakozol, akkor teszünk ícsinges ábrákat. Azt hiszem, hogy ezen van, nagyon rossz helyen van ez a bedugóka. Hátul lenne jó, de ide előre tették, de ettől kezdve az egérrel nekem nincs hol jobb manipulálni. Mindjárt meglátjuk, hogy melyik a tuti, és jó lesz, és a
Mi ez újdonság? Nem kell. Fújtsd meg Isten, ne kínozd a szerencsétlent. És már olyan régen itt van, hogy már itt maradt a képernyő. Na. Nézzük, hogy ezen van-e, vagy nem. Kettes. Kancsó. Nem a kancsó kell, a nőstincsó. Ezek előadásnak nevez kell. Nincs meg. Valahol kellene, hogy legyen, de az a baj, hogy nem tudom, hogy hol. Ja, hát nem azt nézem. Ha nem azt nézem, akkor nem fogom tudni megtalálni. Sütebb oka vagyok. Azt mondja, hogy... Káosz. Itt van az a sámán rajz, amiről annyit beszéltünk, azt meg tudom azért addig villantani, ha már máma beszéltünk róla. Itt vannak ilyen sámán rajz, ugye ez az a sámán rajz, ahol a fluid szálak látszanak. Látszik a fluid szál, az a kis gyöngysorszerű, az a fluid szál. Azt mondtam, hogy felvillan egy sor, emlékszel? Hát ez az. Ez nagyon gyorsan villan föl állandóan, ezért folyamatosnak látszik. Te is ugyanígy villansz föl, hozzá kell tenni. Te ugyanígy egy pillanatra fölvillansz, csak hogy olyan sűrűn teszed, hogy azt hiszed, hogy te folyamatosan itt létezel. Pedig közben a párhuzamos univerzumok is léteznek, akkor te nem is létezel. Tehát azért nem látsz át a párhuzamos univerzumban, mert nem veled egyszerre van. Hanem egy hangyányi időeltéréssel van, és ezért nem látod. Egy nagyon picit arra van az időben. És akkor végére érkezdi előről, és mindig a tied, amikor felvillant, te csak azt látod, mert csak akkor létezik az anyagod, meg a szemed, meg minden, tehát a műszered, csak akkor tudsz látni. Most, ezek ilyen sámán rajzok, de egy csomó volt itt. Aha. Valaki még hozott ilyen sámán rajzokat, de most nem ezt akarom én. Na most kerubok is csak akkor léteznek? Kerubok azok előbb léteznek. Tehát a keruboknak az a fő-fő ereje, hogy ők előbb vannak. A felvillanás sorozatban előbb vannak. Az elején vannak, szóval. A legelején vannak a felvillanás. Ők is hol léteznek, hol nem léteznek. Úgy van. Akkor nekik van egy anti párjuk is? Igen. Tehát igen. Mondjuk van anti Mihály is. Van anti Mihály is, igen. És minden ilyen kettősségben van. De ezek nem jók vagy rosszak, mert ez egy ilyen nagyon egyszerű elképzelés. Ezek nem jók vagy rosszak, hanem ellentettek. Az ellentett nem ellenség, ellentett. De igazából egy is. Egy, a kettő egy. Csak ellenütemben létezik a két fele, ami két egész tulajdonképpen. Ez benne az érdekes. És mit ír a Védák? Hogy úgy lesz kettő, hogy két egész lesz belőle, nem két fél, a ketté osztódik. Akkor két egész lesz belőle, és ebből is két egész lesz. És ugyanígy működik. Akartam nézegetni, hogy hol van, ha megint nem jövő mérve. Mégsem. Milyen kérdés ezek a kerubok, akkor hosszabb ideig léteztek? Nem hosszabb ideig, hanem mindenkitől előbb. Na jó, de ha előbb létezik is... Akkor hosszabb, igen, hát persze. A nagyapád az előbb létezett nálad, meg különben megcsinálta volna az apádat, se tudta megcsinálni. Azért létezett, megcsinálta az apád megcsinált téged. Tehát ez egy láncolat. De különben nem létezhetett, kész volna, hogyha nem előbb létezik. Előbb léteznek. És ez nem valami kitüntető dolog, vagy mit tudom, hanem felelősség. Tehát ő rajta van a fél univerzum. Hát őrült felelősség. És mindenre figyelni kell neki, mindenre ott kell lennie.
Ja, és mindig éjjel-nappal. Olyan, mint egy államtitkár, nem? Olyan, mint egy államtitkár, igen. Igen, olyan. Igen, az nagyon-nagyon ócska példa, de...